Akkor elkezdem az adást, jó? Jó, hát ez így jártunk. Sziasztok, Red vagyok. Itt van velem a kocka, Dávid és Szvor. Sziasztok! No, srácok, viszont fennforgás van. Mindjárt visszahallom magam. Nem fogom. Szóval, nemhogy bárhova is, egyáltalán nem tudunk egyikünk a másikhoz csatlakozni. Hogy értsétek, miről van szó. Ugye, egyikünk hostolt egy szervert, jelen esetben a kocka, és szerettünk volna többen rácsatlakozni. Nem sikerült. Utána visszaállított a kocka az eredeti játékot, ugye, amivel eddig is ketten játszottunk. És ahhoz sem tudtam csatlakozni. Majd próbáltam én indítani egy hostot, és arra csatlakozni a kocka, vagy a Dávid, vagy a Szvor, tehát akik itt vagyunk négyen TS-en. Ez sem sikerült. A Dávid is próbált hostolni, tehát egyszerűen nem tudunk egyik a másikunk a játékára felcsatlakozni. Tehát én most itt vagyok egyedül ezen a izén, akármin, nem is tudom mit találomra, csak elindítottam egy hót üres mappot, tehát ezen még nem is játszottam, nem is léteztem semmit. Csak azért, hogy legyen egy kép. Srácok, tudom, egy fél órát kellett várni, és csak azért vagyok most itt 3 perc vagy 5 perc, hogy elmondjam a problémát, és elnézést tudja kérni, de rajtunk kívülálló okokból van ez, ami van. És közben azért hallgatom, már olvastam a chatbe vele. Szóval egyszerűen nem tudom mit csinálni, teljesen alástalanok vagyunk, mert nemhogy egymásira, még mások által futtatott játékhoz sem lehet csatlakozni. Mindenhol azt láttuk, hogy mindenhol egyedül játszanak az emberek. Tehát nem nálam van a hiba, nem a kockánál van a hiba, nem a Dávidnál vagy bárkinél, mert egyikünk se tud a másikéhoz csatlakozni. Jó, de ahol játszottak, oda is jutottunk, mert hibát írt. Így van, tehát mindig azt írja ki, hogy nem tudsz kapcsolódni a többszereplős játékhoz. Szóval ez... akkora nagy... nem akarok csúnya szavakat mondani. Bukta. Maradjunk ennyiben. Hát szóval... még szavakat se találok, srácok, mert ez több mint bosszantó és idegesítő. Red. Igen? Van egy jó hírem. Mond. Keresetek olyanokat, amin nincs jelszó, de többen vannak fönn. Én előbb majdnem fölbírtam menni, csak nem engedtek föl. Kidobnak, igen, oda még nem jutunk be. Igen, tehát annak sincs értelme. Igen, értem, amit mondasz, Dávid vagy, igaz? Igen. Jó, hallottam, Dávid, jó. Szóval, igen. De mi is próbáltunk jelszó nélkül itt hostolni, tehát valami nem megy, vagy nem tudom. Szörnyű. Akkor most mi lesz? Hát, ja, hogy minden oda. Elvileg nincs minden oda. Tulajdonképpen a kockánál megvannak a mentések. Hát én azért dolgoztam az egész este, hogy legyen egy használt útérképünk. Így van. Kocka megcsinált mindent, előkészítette az egészet. Látszok, mindent próbáltunk. Kocka újraindította a gépét, én újraindítottam a játékot, többen is, többször is megcsináltuk. Nem működik sehogy. Tudjuk, hogy játszanak négyen is, meg lehet játszani 16-an is lehet játszani. De már most, tehát jelen pillanatban azt sem tudtuk elérni, hogy úgy játszunk, mint ahogy régen eddig játszottunk, hogy a kocka meg én ketten, tehát azt sem tudtuk elérni. Tehát úgy sem tudok csatlakozni. Valahol valami hiba van, tehát... és nem nálam van a hiba, nem is a kockánál, mert azt is próbáltuk meg, hogy a Dávid játékára, tehát Dávid, aki itt van velünk TS-en, hogy hozzá csatlakozunk, és úgy se tudtunk. Akkor most legyen árk, ja.
Máté persze, vagy nem is, a László, nyilván persze, hogy eredeti a játék, hát mi nem játszunk varázslat játékokkal. Tehát nekem is, a kockának is, a Dávid, Hát ekkor nem mindenki. tudtunk volna ide is játszani. Jaja, mindenkinek eredeti játéka van. Hát Tehát ilyen Steam-es, nem? Steam-en vásárolt eredeti játék. Nyilván, hogy tört vacakkal nem próbálom meg hülyéskedni. Megnézem, milyen piros az a ház. Még teljesen felesleges. Ja, legyen árk, azt írogatjátok, legyen árk. Ó, hogy... Muti a beállításokat. Hát Levi, most hiába mutogatom neked a beállításokat, drága. Hát ide, hogy nem először csatlakoztam már kockához. És most nem sikerült. Bármi érdekes. Szóval... Nem tudom, mi legyen. Kocka. Menjünk. Gyors talpalót nézek, hát ha van erre megoldása egyten, de egy kb. Nem jó állom rajta. Aha. De mindjárt megoldom. Máté, hát itt a lehetőség. Hát a nagy vágyak alapján csak kettő embernek sikerült feljönni TS-re, pedig minden információ nyilvánossá lett téve. Itt van a Dávid is, a Szvold is, ha jól ejtem a nevét, bocsánat, ha nem. Szólj rám! Nem mer rám szólni. Nem harapok. Látok, nézem a TS ablakot. Szvold, igen. Igen, fel lehetett volna jönni TS-re, most is fel lehet jönni. Most nyitott a TS, használjátok ki. Persze, aki olvassa, ugyebár aki nézi a Facebookot, az tudja. Így van, hát ugye a tegnapi videó végén el lett mondva, hogy be lesz állítva. Vaj, a régi jó kis zöld Zetor újra itt van. Ja, csak ez más térkép. Micsoda kis szekér. Próbáltunk, srácok, mindent, hát most vigyétek el. Kocka nem ma kezdte ezt az egész farming szimulátorozást. Párszor már én is csatlakoztam hozzá, de mindig minden sikerült. Ma semmi nem sikerült, és ez jobban bosszant minket, higgyétek el, mint titeket. Melyek is felszántam az utakat. Nem, nem szántam fel. Szóval nem tudom, hogy... Totál zsákutca. Szerintem ennek kb. Semmi értelme. Most kocka, hogy nem tudom mit néz, vagy próbál-e valamit. Igen, próbálok valamit hozzáadni. Jó van akkor. Na bocs, sajnos annyira tudjuk, mint ti, hogy nem tudjuk, hogy mi a hiba. Tehát, hogy most... azt nagyon kicsinek tartjuk azt a valószínűséget, hogy mind a négyünk gépe rossz. Vagy bármi, tehát a net, vagy a játék, tehát hogy ennek szinte nulla az esélye, hogy most egyikünk se tud a másikhoz csatlakozni. De a játék elvileg jól működik, mert láttunk olyat, ahol többen játszottak. Nem tudjuk. Kocka, mi jót nézel? Beállítást nézek, egy másik fajtát, amit nem tudom használni, hát azon keresztül megy. Ha, jó. A routeron keresztül, de figyelj, az a gond, hogy azt úgy senged fel, hogy ideig játszottunk folyamatosan. Igen, tehát amit idáig hetek óta hibátlanul mindig elsőre sikerült csatlakozni, játszani, azt a játékot sem tudjuk aktiválni. Tehát a kockánál elindul a játék, és én nem tudok hozzá csatlakozni. Ha én indítok egy játékot, mondjuk ezt, ami most fut, mondjuk ezt most én nem tud csatlakozni, mert karrierbe léptem be, de ha én indítok egy több szereplős játékot, oda se tud csatlakozni, se a kocka, se a Dávid, senki. Tehát
nekimentem a falnak. Fuck. Orrolom, de a KSP-vel minden rendben van elvileg. Elvileg. Megjött a Krisz. Szia, Krisz! Üdvözletem! Szia! Te vagy a chatről a Krisz? Krisz. Aha, oké, szia. Gondoltam. Volt egy kizárásosabb. No, szóval a chat működik, vagy mi ez? TS. Kocka, próbálj meg, indítsunk még egyet. Adjunk egy utolsó esélyt a dolognak. És ha nem megy, akkor sajnos ezt itt bezárjuk ezt a történetet, és akkor sokkal jobban rosszul esik ez nekem, higgyétek el, vagy nekünk, mint nektek, mert annyira szerettük volna, már rákészültünk, beterveztük. Elárulom, hogy, hogy mi lett volna, tehát hogy még jobban fájdítsam a ti szíveteket is, hogy értsétek, hogy nekünk is miért ez a nagy problémánk. Kocka beállított egy térképen traktorokat, földeket, gépeket, tehát hogy ne az legyen, hogy feljövünk, és akkor ugye van így három traktor, meg két eke, ami kezdésnél van. Nem, mindenki tudott volna földeken szántani, vetni, aratni, mert be voltak állítva a földek, amikken már ki volt nőve a növény, valamit még most kellett volna bevetni. Minden elő volt készített. Kocka több órát dolgozott azzal elő, hogy minden kész legyen. És gondoltuk azt, hogy akkor na most ez a baj, hogy esetleg ott túl sok a cucc, vagy valami, és akkor már nem indul el az alapbeállítása, tehát az előző térkép, amin tegnap játszottunk. Semmi nem működik, gyerekek. Valami... Nem egy gyors próbás? No, akkor most én innen kilépek. Igen, nem tés nélkül. Most láthatok mindent, amit akarunk csinálni. Azt mondja, hogy csatlakozás játékhoz. Continental Europe. Frissítem. Ugye nekem itt le van kockával szűrőzve, és ezért csak a kockát, meg a kocka gaming üzéket, hostokat látom. Nincsen mi a fene? Jelszó, igaz, kocka? Nem tettem. Igen, Burnhorn, és 1/10-es térképet futtatsz. Amit sikerül, lekattintom. Igen, megnézzük a részleteket, nincs rajta DLC, semmi. Vissza, tehát akkor jelszó nélkül itt lássam. Igen, nem teljes játékokat is látom. De ez abszolút nem számít. Tehetem nemre is, mert akkor is ott lesz, tehát ha csak a teljes játékokat látom. Frissítés után ugyanúgy ott van. És ugye modok, DLC-k nem. Rákattintok. Kizöldül a pipa, látjátok ott, mert hogyha nincs rákattintva a frissítésnél, szürke. Rákattintok, indítás, kiírja, hogy csatlakozás folyamatban, kis türelmet, kocka. Akkor hibaszt, már látnálak. Na, és akkor várok, tehát meg se várom, mert ugye kocka már látná, hogy csatlakozok. Uh-huh. Várok, forog, és itt van. Nem sikerült kapcsolódni a több szereplős játékot. Srácok, 30 percig semmi a más üzenetet nem láttam, csak ezt. És mindjárt mi ugyanaz, mint körbe. A tempomat mód is ki van kapcsolva, tehát nálam is ki van kapcsolva. Sőt, kocka, most akkor tedd be, légy szíves, a New Holland meg a tempomat módot, amivel szoktunk játszani. Látszok, megmutatjuk, hát most erre elmegy ez az idő, úgyis törlöm ezt a videót a YouTube-ról, most itt élőben mi ezt lejátszuk, lezongorázzuk nektek, látni fogjátok. Mikor lesz olyan live, mikor Ágnesnek csináltok vacsorát? Hát olyan live lesz, mikor majd Ágnes csinál nekünk vacsorát. Nehogy már én csináljak az Ágnes. Persze semmi bajom nincs azzal, hogy esetleg egy hölgynek kell vacsorát csináljak, de hát legyen már kerek a dolog. Ugye, Ági? Ágnes, te miért nem jössz fel TS-re? Vagy bárki, akkor srácok, hát most ha már így alakul, gyertek fel TS-re. Így van. Facebook oldalamon ott van minden hozzáférési adat, jelszó, minden. Gyertek be a szobába. Szólj, kocka, ha készen van a modolt verzió. Legyen Cat Mario. Red, én is csináltam egyet amúgy.
Jó, na akkor nézzük. Mondjad, Dávid, hogy mit csináltam, milyen néven? Megint kocka. Kocka néven egy Burnholmos 4, 1 per 4-es, igaz? Igen. Modok vannak rajta? Akkor mindjárt kettő lesz. Nincsenek. Jó, igen, ezen nincsenek modok, vissza. Aha, most már ott van a kocka, amit csinált. Na mindjárt megpróbálok akkor most a Dávid féléhez csatlakozni. Olyat is csináltunk már. Jó, Dávidhoz nem tudtam csatlakozni. Olyat is csináltunk már, hogy én csináltam szervet, de olyat, azt is csinálunk, srácok, megígérem. Semeddig nem tart. És akkor most nézzük a kocka féle, az ugye ez 10 fősre lett beállítva. Megnézzük a részleteket. Látjátok, itt ezekkel szoktunk játszani, tehát amiről beszéltünk már többen is, de most meg is mutatjuk. Abba se tudtok belépni, nem voltatok ti Nem, ketten az sem. Most kockán. az fut, figyeld meg, hogy mindjárt Na, egy kicsi késéssel. ugyanaz a beállítás, hogy próbáltam már mindent, ha Minden. telesúrlapot is próbáltam csinálni, az sem ment. Tehát ez a New Holland pak, ez benne van az alapjátékban, tehát ha megvásárolod a játékot, ezt kapod vele, ezt a DLC-t, és ezt a speed control, tehát ezt a tempomatost, ez a gyári hivatalos oldalon van, onnan töltöttük le. Tehát ezekkel játszottunk, na, kis tudom mondani, játszottunk eddig. Hát már kicsit ideges vagyok az egész miatt, de látjátok, Érthető. érthető, hogy persze, nyilván. Jó, tehát itt van, benne van a kettő mod, erre is rákapcsolódok, és akkor most átállítom, hogy modok meg ilyenek, igen, ugye, mert most legyenek, frissítek, akkor is ott van, kapcsolódok, Chatten azt indítás. írják, hogy túl hamar kapcsolódsz, Reed. Hallod, a játék töltődik. Adatok szinkronizása, Jössz, kocka. itt vagy. Látlak. Na de most akkor ez hogy? Na várj, most Mindjárt még mondtam, hogy térkép. gyors. A régi térkép? Srácok, valaki próbálja meg rám csatlakozni most már gyorsan. De kocka, ez a régi térkép, vagy az új? A új szerencsére. Na, az új térkép. Csak azok mondta, hogy a srácoknál nem lesz mod, akkor nem tudom, mi lesz. Várjál, a New Holland mod az alapból Megvet, benne van. csak a speed control-t rátölteni, ki nem lépek még egyszer. Jó, a speed control-nak a linkjét meg. Ja, és amúgy nem csináltam semmit vele, csak újra indultam. És de már így is próbáltuk ma. Már ezt is próbáltuk ma. Hogy Persze, a mindent modokkal elpróbáltunk. együtt. De a mod egy teljesen ingyenes, nagyon pici mod ez a speed controllos. De most ilyen sokáig szinkronizálniást még nem láttam. El is Aha, hagytad. elvesztetted a kapcsolatot a játékkal. Láttam. Na, de most már megpróbáljuk újra. Valaki itt hagyta a szerény csoportunkat. Sört. A bénázást ő unta meg leghamarabb, ami valahol érthető. De hát ilyet még sose pipáltunk, gyerekek. Jó, akkor kocka, ezt futtassa, ezt hagyjad így, ahogy van. És akkor olyan beállítva, hogy igen, nem, igen. Mehet. Jó, játék, ha itt technikai videó lesz. Tek. Na de már most nem is enged a játék töltéshez. Nem Igen. sikerült kapcsolni a több szereplős játékhoz. Jó, hogy nem csináltunk semmit vele. A nettel, srácok, nincs gond, mert látjátok, Steamelek képkiesés nélkül. Meg teljesen mindegy, hogyha az én netem lenne rossz, akkor a Dávid tudott volna csatlakozni kockához. De senkihez nem tud. Szóval. Most ez milyen a idióteság. Ja, azt írja a Levi, hogy neki is benne van, és nem jó, hogyha a haverjához akart menni. Vagy most mihez írta, nem értettem. Bocs, ered, nekem De mennem az kell. ideig ment gond nélkül. Folyamatosan osztottunk már hónapok óta. Ja, jó, oké, látom. Az Áron írta, hogy neki menni kellett TS-ről. Semmi gond, semmi gond. Én, mi kérünk elnézést, hogy ez sajnos így alakult, de ez a katasztrófa, ne továbbja. Próbálj meg egyszer csatlakozni? Csak kíváncsi vagyok, hogy milyen. Jó, most frissítettem. Most indítottál valami újat, vagy változtattál valamin? Ugyanott vagyok, csak azért mondta, hogy próbálj meg egyszer csatlakozni újra. Jó, próbálkozom.
Elvileg tehát kizöldül a pipa, azt jelenti, hogy elvileg minden adott nem ahhoz. Nem megfelelni TS-re. Nem mehetek? Ne is gyertek, mert mérges vagyok és mindenki, lerágom a fejét. Csatlakok, látlak. Igen, na most szinkronizál megint. Nagyon most azt megpróbálom, hogy meg tudok tartani még. Hát pont az előbb is gyanús volt, hogy túl sokáig szinkronizált. Nem, szokásos megállt a gép, amikor szinkronizált a kedvencem. Na most, na jó, már most jó. Indítás. Elvileg itt vagy, hol vagy? Hát a kezdő tanyán, itt állok melletted. Állsz, igen, konkrétan. Fejeden álltam. Na, srácok, és ez az új térkép, igaz? Most mit tettem bele, az a kérdés, mód van benne? Szerintem volt. Na, csatlakozom már valaki ránk, hogy mit írt ki nekik. No. A szerver csatlakozós live-on. Írja a Bence. Krisz, neked megvan a játék? Nincs, sajnos, még. Akkor nem gond, Dávid? Hm. Én mennék, csak az a baj, a modokat nem tudom, hogy kell felrakni. Mert már leszettem őket csak. Nem csak egy modot kell, elvileg. Ja, a másik az ingyenes, igen. Mondjam, ott kell felrakni modot? Aha, mondd már el neki. Igen. Én szerintem, ha jól tudom, a Windows mindig a dokumentumokba rakja bele, de mindjárt helyesítek. Nekem el van mentve a cím egyébként. Ja igen, tényleg nekem is te mondtad, át kell másolni valami könyvtárba, és akkor jó. Csak azt fogom megnézni, hogy igazán van, jó pillanat. Oké. Okay. Azt mondja Ágnes, én félek bemenni. Gyertek nem be, harapunk. Nyugodtan. Rajtom már szájkosár van. Nem harapunk, de hogy is. Itt nézzétek meg, a Krisz is, a Dávid már itt van, srácok. Húha. Többieknek is mondom, Red, srácok, mond. Figyeljetek. Maga a játék csináló dokumentumokban, ami azt jelenti, hogy minden Windows-on megtalálta a dokumentum. Dokumentum bévül, azon bévül My Games. Az megvan. Ott már ott a Farming Simulator 2015. Aha. Ott van a mod könyvtár. Igen. És elvileg ki kéne lépni teljesen a játékból, és utána belemáson és újraindítani a játékot. Tehát amit modot letöltöttél egy zip. Úgy, ahogy volt csomagolva, zippelve, azt ne is bántsd. Hali. Szia Ágnes! Na hello! Szia Ágnes! Hello. Hallgatózik a Jeff is, sziasztok! Jó, okay, tehát... Okésben vannak. Tehát azt a zip file bemásoltad a könyvtárba, és akkor most indítsd újra a játékot, Ádám. Vagy Dávid. Uá, leesik a kontroll az ölemből. Oké. Okay. Na, akkor közben elcsendesülünk, és hallgassunk egy kis Ágnes hangot. Szia, mesélj! De miért az én hangomat? Hát... Mi egymás itt hallgatjuk eleget csak azért. Így van. Még a te hangodat nem hallottuk. Most hallottátok. Jó. Ez hogy volt? Egy évre előre is tegyük-e, osztjuk be? Aha. Na persze. Igen, ezt így raktál. Elrakjuk, mint a nagymama befőttet, hogy majd később is. De, srácok, ebben az a jó, hogy ez nekem legalábbis, nem, nekem sincs meg, mert a live-ot a YouTube rögzíti. Tehát ha törlöm a live-ot, akkor törlődik Ágnes hangja is. Az enyészeté lesz. Ki kell vágni. Jó, akkor nem kell törölni, csak átteszed privátba. Átteszem privátba, és majd így szűkösebb időkben hallgatunk egy kis Ágnest. Jól van. Jeffike, nem kérünk zenét, mert még véletlen valami jogi problémáink lesznek itt a YouTube-ban. Na, Dávid, hogy áll a dolog? A speedes az nem jó, de a másik az jó. Nem indult el, vagy nem látod a modok között? Ben van mind a kettő, de a speedest azt nem érzékeli. Nem látja a oldalú töltőterület, az ZZZ alsó vonal speed control? Úgy néz ki igen. A igen. Egy érdekes mondatvány. Gyorsan megnézem még egyszer. Látok, én addig beleülök. Nézzetek, mi akkora nagy gépeket vett a kocka. Na most kivettem mindent, és megpróbálom újra. Jó, én addig randalírozok. Randalírozok? Van ott mivel randalírozom, tettem beleget. Jaj, a nagy csuklós csézzel megyek, gyerekek. Na de ez a szép benne, hogy nem bántottam semmit, csak kb. 5-ször, 6-ször, 10-ször, 15-ször olyan megyek. Jutani, most be tudsz jönni. Megyek, előttem a kockát, gyerekek, ha minden igaz, ott áll az úton. Na, óvatosan. Elvileg jó. Próbálj csatlakozni, légy szíves. Mindjárt jön a Dávid is.
Megy! Csetten mondják, hogy valakinek még a szerver se látszik amúgy. Látom Dávidot. Jön a Dávid is. Srácok, akkor működik itt a kocka. Adat szinkronizás többi játékossal. Oké, okay, most csatlakozik a Dávid. Na, én ilyet még sose láttam, gyerekek. Mert mindig én vagyok az, aki csatlakozott a kockához. Jó, Dávid kapcsolódott Dávid a szerverhez. Ben vagyok. Oké. Okay. Ott a Dávid is. Gyere, mit szólsz egy kis hernyó talphoz, Dávid, gyere. Felvettem kockát a láncra. Oké. Milyen kis néző, ilyen fegma vagy oldalra? Nem tudok, jó, várjál, mindjárt rád nézek akkor. Hello! Nem lehet integetni. Hello, jó napot! Mit szeretne? Ugye, megy a hernyó. Na, jön akkor a Dávid is. Belevágott hernyóba. Na, akkor elvég, aki jön, az még tud jönni, srácok, csak azt a modot kell hozzátölteni. No, akkor... Nem merem újra indítani, hogy kiveszel a modot. Ne. Volt egy kis kamionborulás. Már Dávid borogatja a kamionokat. Szerintem belecsavarta a talpassal, jönni a talpassal a kamionokat. Jaj, látom, itt galázdálkodik a másik csészsel. Itt a Dávid. Opa! Jó, hát ha már bent vagyunk, akkor én azt mondom, hogy csináljunk valami értelmeset is, mármint úgy értelmeset, hogy... Dolgozzunk, erre gondolsz? Persze, hát... Egy kamerásak vagyunk? Most igen, most ugye azért nem indítottuk el a másik kamerát, mert úgy voltunk vele, hogy egy 3 perces bejelentő videóval ezt rövidre zárjuk ezt a dolgot, de hát a technika csak mellénk állt a végén. Szerencsére. Szerencsére, így van. Azt mondom, hogy ez mi itt mellettünk? Búza, repce, nem viszont, tudom. Viszont ő visszaengedem a segédet, jó? Jól van, enged vissza. Én keresek valami kombányt, vagy valami traktort. Én beküldöm alulra a kukoricavágót. Na, jön még valaki, srácok, vagy senki nem akar jönni ma hozzánk. Ágnes, nem jössz? Én nem tudok menni. Gyere, átadom az ülésemet. Vezetheted ezt a nagy csúnya kombányt? Hát, ha tudnék, akkor mennék. Jó, van, elhisszük. Nem megoldjuk. Azt mondja, hogy is kell ezt lecsatolni? Ó, várjatok, gyerekek. Ezt lecsatolom. Ugye? Igen. És akkor fel kell rá csatlakozni. Elég rossz, ha én csatoltad, de igen, majdnem jó lesz. Jó lesz az, profi vagyok. Ha látnék a fától. Ó. Nézzétek meg, vadonatúj kombányok várnak mindenkit, akit bebír jönni. Ha bebírtok jönni. MTZ? MTZ nincs. Meg voltál, Red. Mit csináltál? Előttem voltál. Ja, láttam egy pillanatra, beleültél ebbe a pirosba, igaz? Igen. Oké. Nektek semmi DLC-tek nincs hozzá, nem? Nincs. Alapból... Nekem konkrétan van, de nincs aktiválva. Ja, nekem nincs. Tehát alapból a játékban ugye ez a New Holland cucc, ez benne van. És akkor le kell még tölteni egy olyat. Miért? Mi a neve kocka ennek a... Speed Controlnak hívják, egyébként a gyári oda van fönt. Ha gondoljátok, megkeresem a linkjét és valahol kitesszük. Aha. Keresd már meg a linket és akkor... Bedobom. Ugye engem nem enged linkelni. Aha, én betudom. Vagy a nevét, ha beírod, úgy is jó. De szerintem én betudom linkelni a... Sőt, szerintem még az Ágnes is tud linkelni a jogaival. Azt mondja... Mindjárt a kocka... Szerintem én is tudok elvileg, nem? Hát te is tudsz, hát te is moderátor vagy, kocka. Hú, várjátok, azt mondja, hogy kell ezt bekapcsolni, ezt a cuccot. Szerintem így, nem? Aha. Előleg, hogyha minden jó, mondjuk, beraktam. Igen. Nos, srácok, a kocka betette a chatre a linket. Ezt a modot kell letölteni, és akkor... Tehát ez a tempomatos link, meg alapból ugye van a New Hollandos. De várjátok, ez itt kukoricaföld, ha jól látom. Van azt... mindenfajta föld. Akkor keresünk valamit, amit meg tudunk támadni.
valamilyen kíváncsi. Hey! Jó. Megyünk valamerre. A kukorica az enyém. Jó van, oh, van kukorica, nyugi. Van bőven. Meg én ezzel a vágófejjel nem is tudnék. Szerintem csak búzát, árpát, meg ilyenesült vágni. Abból is van, abból is tanász. Biztos vagyok benne. Szerintem meg is van. Hopp, kivittem egy táblát, bocsánat. Ez nem volt betervezve, bocsi. Ja, várjál, mert itt ez a föld végén nem is egyforma. Milyen föld ez ilyen? Ó, van ott ja, olyan össze-vissza kaszlamaszka is, igen. Igen, még itt várjál, még ráadásul zöld is a széle. Mindegy, akkor elkezdem ezt a végét vágni. Jó lesz ez, gyerekek. És akkor átváltunk ide. Kinyitjuk a tetejét, mert anélkül nem tudunk dolgozni. Ugye átprogramoztam mindent, hogy nem lesz speed control, és a végig is mégis abban játszom. Azt eleborult. Igen. Na ugye. Nem baj, ez most ilyen tanuló live volt, hogy... Azért jól nem tudni egyébként, hogy most mi volt a baja. Igen, hogy előtte nem ment, utána ment. Emlékszel, YouTube-ba jártunk, hogy már OBS-t 10-szer indítottuk fejenként újra, és mégis ment, az kiderült, hogy nem is mi voltunk a hülyék. Igen, az közben a szombat este a YouTube egy kicsit be volt izéve. Be volt kávézva. Azt mondja, hogy bekapcsolás, megvan. Felver mehet, amehet. Ó, úgy várjuk, gyerekek. Itt a húzat. Én is sahanyúpofát. Sahanyúpofát vágsz? Jaj, egy film érésre kaptam azt a kámtól. Próbálom ezt a kibologatót, nem is használtam még. Áron, a szerver, nem találod a szerver, de keresd meg, mi a szerver neve? Kockát, csöcsön, már megyek kockát, több nincs benne. Így van, csak kockát leszűrözöd a játéknél. CZ-vel, úgy ahogy a cseten is van. Kocka, feliratkoztam a csatornádra. Köszönöm szépen, bár nem sok minden újat látsz rajta, mert általában itt garázdák fog venni. Nem baj. De volt egy-két, egyébként páran feliratkoztak, köszönöm szépen. Jelen pillanat még ejtem, mivel nagyon kevés időm van. Jesszus Mária, hogy néz ki keresztbe ez? Ki rakta ide? Gyerekek, hát mi van? Ittatok, vagy mi van veletek? Tessék jó viselkedni, mert a kocka allergiás rá, így keresztbe a földön nem megyünk. Láthás az üres, mire? Hát igen, szoktam püsszögni az ilyen, igen, minden rossz kis macskát. De egyébként mondtam, hogy fogok telepíteni olyan padot, Red ellen, ami hogyha keresztül mész a földön, akkor ugye legyúrod a terményt. Már csak az, hogy ne járkálunk keresztbe. Hogy ne legyek kártékony. Igen. Na és köszönöm szépen, feliratkoztak a csatornámra, de általában nagyon kevés időm van ilyenkor. Ugye akkor ismertetek meg engem, amikor nekem pontosan szabadságos időszakom volt, itt voltam ilyen napon. Na már most ez én közben nem így működik. Hát nem, nekem sem. Kocka reggel megy munkába, napközben egy pici szabad ideje, utána estéli munkában, azt egy kis jó indulattal fél hétre itthon van, hát ha nem volt olyan jó indulat, akkor csak fél 8-8-ra. Ismerés az élés. Vannak állatok is, igen, Bigdog, vannak. Mindjárt megmutatom neked. Figyelj, meg is mutatom. Munkaerő felvétel. Én már tipizek is innen. Hagyd dolgozzon, aki szegény. Látom, annyi... Aj, micsoda. Figyeljetek, ilyen emája nem gúcs sincs a másikba. Melyek ezzel randalírozni. Melyik kell? Ne vidd az enyémet. Nem tudom, egy piros emájánbe beleültem. Kettő van, ami lent volt, azt ne vidd, mert abba borogatok, jó? Hol lent? Hogy lent van a alsó garázsnál. Ja, nem, ott a fentinél vagyok. Itt azt van a... Azt jól számít. Itt van a felsó. Jó, de ezzel... Most nézem, a csatornád átlépte az 1400 feliratkozót. Ó, hát az... nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki tett ez ügy érdekében. Na, látjátok, ez amit most csinálok, ezt imádja a kocka. Ezt imádja, amikor itt szépen egyenesen az úton mész, és annak is a jó sávjába.
Az, hogy itt a földeken keresztbe vagyunk, arról leszoktunk, már ott nem csinálunk. Csak az úton, tudjátok. Bence, kockának a csatornájának a neve, tehát a kocka, de most mondtuk el, most mondta el a kocka, hogy jelenleg nem találsz rajta semmit, de hogyha szeretnél feliratkozni is, majd... Egy-két próbavideót max. Majd egyszer, hogyha kocka nagymenő YouTube sztár lesz, amely el fog következni, akkor majd el tudod mondani magadról, hogy benne voltál az első 20 feliratkozóban, mert 10-valahányan már feliratkoztak. De akkor is én vagyok a legnagyobb király, mert én voltam az első feliratkozója. Oh yeah! Igen, szóval itt vannak az állatok. Te voltál a harmadik? 13. 13. Ah, itt a kocka pont. Megnézzük az állatokat. Nézd meg, ezt a lovaszekeret, vagy ezt az izé, ekós kocsit, vagy miért, nem is láttam. Ó, miért nincsen lova játék? Nézd, ez egy régi szekér. Én ezt simán hajtanám egy ló hátán, azt ordítanék a főutcán, hogy gyite csillag. Szia, nem tudom ki jött. Csimpi, szava. Ó, szia Csimpi. Sziasztok! Szia, na, van hangod is, de jó. Szia, örülünk, hogy itt vagy. Kocka, feliratkozott a Bence is, yeah. Srácok. Bentes, köszönöm szépen, srácok, jó. Addig nem lesz vége a live-nak, még kockához nem iratkoztuk fel, legalább még vagy 10. Tessék meg. Mert azt szeret... Én már feliratkoztam. Köszönjük szépen. Ha fel senki, mert akkor sokáig fog tartani a live. Ja. Akkor máshogy mondom. Hogyha... De ezt nem jól mondtad, mert 9-nél megállnak direkt, nyugi. Igen, tehát az lesz. Ha nem iratkoztok fel, akkor... Akkor vége lesz a live-nak. Aha. Na, itt szóltok. Szóval itt van a sok tehénkénk. Amúgy elvileg teljesen mindegy szerintem, hogyha 10 tehénünk van, vagy 200. Animált tehén szerintem ennyi van az udvaron mindig, én azt vettem észre. Én is úgy tippelek, igen. Tehát van itt talán 20-25 tehén, ami így mozog. Ez most így beugrok hozzájuk, elvileg betudok animáltok. Nem ez az ugrás gomb. Már megint nem tudsz kijönni. Még az ugrás gomb? Várjál, mert tegnap... Nem tegnap, valami... Pace. Pace. Ja nem, az így... Bár nem szoktam ugrálni. Ó, megvan. Betémelem ezt a tehenet. Adjatok egy narkós nyilat. Ez meg már egy kártékonyok, aztán megint most lövődözöm. Megvizsgálom a tehenet, hogy van-e borja. Belenéztek. Hát ebben nincs bor, de szar sincs benne, gyerekek. Ez nagyon üres ez a tehén, mit ne mondjak. Így belementem a belsejébe. Szóval... Oké, várjátok, ki is kellene innen ugrani, mert... Ez az. Menjünk akkor... Szerintem a aratógépem, vagy a kombájnom szerintem már tele van. Gyorsan... Igen, a piros a tiéd? Nem, én egy sárgával aratok. Az is tele van. Az is? Megyek. Jaj. Dávid, keressél magadnak... Dávid, keressél magadnak valami... pótkocsist, mert te meg a kukoricát vágod lefele közbe? Igen. Jó, szerintem van üres pótkocsist, de ha szeretnél ilyen MIN-nel menni? Mert odaadom ám ezt is. Nem kell. Igazából nekem mindegy, hogy milyennel megyek. Erre vársz, melyik földről majd, David? A 22-es. 22-esem? 65-tel hasít az MIN. Igen. Látom, ti. Ezt a 33-ast meg te vágod, kocka? Valaki mindent, ami elindul. Aha, jó. Ha látom, az enyém már végig is ért, ugye, és nem is tud tovább menni, mert ez sárga. Vagy sárga, a... nincs beérve. De nem baj, mindjárt megoldjuk. Mellé állok. Pedig meghallgatjuk Ágnest. Mondjuk. Igen. Na, de amúgy tényleg lenne egy kérdésem. Hallgatunk, mondd. Na, ugye nekem CD-m van meg, vagyis... a barátomnak, és hogyha azt mondták nekem, hogy Steam-en be lehet ebben aktiválni. Igen. És az lenne a kérdésem ugye, hogy a CD kulcsot kell, és akkor úgy fog működni? Igen. Okay. Igen, CD kulcsot. Méghozzá úgy kell, hogy... Átveszi a Steam, én is úgy tudom, hogy igen. Átveszi a Steam. Mikor benne vagy a Steam-be, akkor bal alul van egy olyan kis pluszjel, hogy játék hozzáadása magyarul van. Mondom, akkor ott van, az kinyílik egy ablak, és van egy olyan, hogy
CD kulcs, vagy játék kulcs, vagy termék, termék aktiválása. Így van. Innen. Pontosan ezt. Azt rákattintasz, és ott már minden egyértelmű lesz. No, mellé álltam a kombánynak, és a kombány azt mondta, hogy... Igazán nincs, hogy... A kombány azt mondta, hogy lópikulát sereztek ki abból a... Már valami van, van benned, akkor nem. Majd mindjárt kiderül. Azt mondja, hogy cső kieresztése. Szerintem nem más lesz a baja. Megy már be, magától nem akarta. Most igaz, egy kicsit... De ha megállt a végén, akkor nem így a kicsövet. Ja igen, mert már a melós elment. Jól van. Az ott már valahol sörözik. Oké, a lényeg az, hogy megy. Igaz, az animáció úgy mutatja, hogy a túloldalába borítja. Vagyis hát, hogy a platón túl, de jó helyre megy, mert látjátok, van benne már cucc. Elvileg oda nem tudja engedni. Többen nem találják, nekem is, Bence, kocka. Igen, igen, tehát... Kocka, ez a neve srácok a szervernek, hogy úgy, ahogy le van írva, CZ-vel, kocka. Nincs jelszó. Igaz, nincs, jól emlékszem, nincs. Nincs jelszó. De attól megtalálják egyébként, ha elvég rászűrnek. Az is igaz. Jó, én beállítom ebbe a másik táblába. Dávid, sikerülsz, haladsz? Igen. Oké. Mindjárt meglessük a Dávidot is, hogy hogy dolgozik, mert... Ha nem jól dolgozik, elbocsátjuk. Napszámot se adunk neki. Azért azt tudjátok, hogy itt most ingyen kell mindenkinek melózni, mint a kis angyal. Ó, itt a Dávid, pont nézzük a Dávidot, hogy... Milyen szépen követi a kombányt, amit elindított, mondjuk kukoricát vág. Meglessük Dávidot a fülkében. Ott ahol figyeljetek, hogy feszít, mint póka lucernába. Nagyon kemény vagy, Dávid, ki vagy gyúrva. Jól van az. Jó, a Dávid szépen melózik. Ez valószínű, hogy elfért, pont elfért. Úgy azt tudjátok, hogy a Dávid is nagy traktoros, tehát ő szokott játszani, elmondta nekünk itt a live előtt, hogy ki is szállok a gépből, nem bitorlom tovább a játékot, vagy a miért. Ez meg az én kocsim, igaz? Igen. Így van, igen, simán kocka, de hogyha jobb felül beírjátok a játéknévnél, hogy kocka, akkor ki fogja adni a találatot a szerver listán. És az a kettő, sőt, ha jól tudom, azokat a modokat, ha rákattintasz a szervernek a csíkjára, van egy, is tudja tölteni, így van, van egy olyan gomb, hogy részletek, és ott írni fogja, hogy mi az a két mod, amit használunk. És hogyha ott van a középen egy gomb, hogyha rákattintasz a modokra, hogy le is tölti neked a játék azt a modot. Igazán nem nehéz, utána csak annyit kell, amit ugye az előbb mondtunk, hogy a letöltött zip fájt, de lehet, hogyha a játékon belül tölti le, akkor egyből oda tölti le? Nem tudom. Nem, elvileg ami exes mod, azt szokta magát telepíteni, és oda, ahol kell, de a zipesek, én tudom, hogy csak másolni kell. Igen, igen. Tehát, hogyha letöltött és úgyse indul el, akkor annyit kell csinálni, hogy a letöltött zip fájt megkeresed, utána megkeresed egy új ablakba a dokumentumok, My Games, tehát mondom könyvtáranként dokumentumok, azon belül van My Games, tehát saját játékok vagy én játékaim, azon belül Farming Simulator 2015, azon belül, hogy mods, tehát hogy modok, és abba a mod mappába bemásolod ezt a zippet, mindeközben úgy, hogy a játék nem fut, bemásolod, a játékot elindítod, és onnantól kezdve biztos, hogy tudsz csatlakozni, mert a Dávid most csinálta meg élő adásba, és itt van velünk, játszik. Tehát neki sikerült, akkor neked is fog sikerülni. Ennyi, srácok. Igaz, nem csak így terveztük. Ha nem látja, újraindítani, az a kulcs. Így van, újra kell indítani a játékot. És igaz, nem így terveztük, de sikerült. Nehezen, de összejött.
Elvileg van tempomat a izén is a nagy kocsi. De várjál, ez 10-zel megy, nem 20-szal. Jó. Én azt hittem, hogy 20-szal arat ez, de nem, csak 10-zel engedtem be. Minden 10-zel arat. Azt mondja, de nekem zenéket ad ki, mikor rákattintok. Húha. Lefelé kell menni, igen srácok, tehát... Ja, most a link, amit a kocka beadott? Nekem kintott a gyerekek. Mindjárt megnézem. Kattintsál már, légy szíves. Szerintem leírásba tett ki. Igen, azt keresem azt a linket, és akkor rá akarok menni, és beteszem leírásba a videó alá. Teljesen. Jó. Kocka megkímélt a keresés bonyodalmaitól, teljesen újra belinkelte nekem. És... Szerintem nekem jó, kattintsa, nekem jó adja ki. Igen, nekem is jól adja ki. Így van, ez a gyári oldalon a... Annyi, hogy még tesztelés alatt a kontesztes a fül alatt van, igen. Így van, és ugye, ahogy a kinyit... Sőt, srácok... nem tudom betenni nektek most izébe. Mi a csodába. Akartam betenni, hogy OBS-en, tehát a live-ot lássátok. De várjátok, szerintem be tudom tenni. Nem praktikus a live, már nagyon hosszú az, nem beírós. Nem, csak magát a képet, hogy mit kell, hogy lássanak. De nem tudom. De várjál. Ablak. Tulajdonságok. Remélem most nem állítottam le az izét. Nem, jól van. És akkor... Igen. Oké. Na nézzük. Igen. Elvileg most látjátok, igaz, egy picit el van tolódva a kép. Na de a link, ott a neve is, meg beteszem a leírásba. Átteszem ide az egeret, hogy lássátok. Igen, most itt az egér. Tehát megnyitjátok azt a linket, amit mindjárt a leírásban ott lesz, meg amit a kocka van, és itt van a jobb oldal, látjátok, hogy download zip. Tehát ezt a verziót, ezt letöltitek, és akkor ezt a zip fájlt, amit lemásol, vagy letöltöttetek, ezt kell bemásolni abba a könyvtárba, amit az előbb elmondtam, hogy dokumentumok, dokumentumokon belül My Games, azon belül Farming Simulator 2015, és azon belül a mods könyvtárba kell bemásolni. Ennyi az egész, srácok. De ezt a linket én gyorsan be is teszem most a leírásba. És akkor vissza a játékhoz. De innen tudjátok le másolni. Várjátok, beülök már valami mozgó járműbe, hogy ne csak itt áldogáljak. Persze most egy gép sem mozog, srácok. Áll az egész brancs. Beültem egy, szerintem ez a Dávid vagy valamelyikőtöknek egy piros csézébe beültem vágja a kukoricát. Nem, a Dávid évő, én most lopom a kukoricát. Igen? Jó van, akkor én egy pirosba ültem be, ez is. Akkor ez a kockaféle kombány. De tök mindegy, mert úgyhogy... most egy cégbe dolgozunk. Jó, és akkor gyorsan teszem a linket, beteszem a videó alá a leírásba most. Tehát egy pillanatot, ha vártok, akkor bent lesz, és szólok, hogy mikor tudtok frissíteni. Információk és beállítások. Ó, várjátok, legyen valami értelmes neve is. Ugye, mi ez? Speed control, ugye? Ja, csak hogy valaki a speedusson eszére róla. Nem, rendesen beírom a nevét. Speed control mod. Ennyi, így van. És akkor itt lesz a leírás első sora. Most bent van, tehát hogyha F5-tel frissítitek az oldalt, akkor a leírásban már ott kell, hogy legyen. De ezt én is megteszem most. Kint van.
Kint van, akkor a Krisz ellenőrizte. Köszönöm szépen. Oké. Akkor innentől kezdve, srácok, nagy valószínűséggel működik a dolog, hogyha szeretnétek jönni, akkor jöhettek. Oké. Közben, ha jól láttam, Kocka elvitte a motyót. Jó, én már megyek a másik. Igen, az én... Ez nem az én vetőm, vagy vágom. Ez az enyém, de ez is áll. Keressük a... ezzel voltam, ezzel a géppel. Igen, ez az. Jó. Gyorsan megyünk, mert áll a kommán, gyerekek. Műszakvezető meglátja, hogy mit csinálunk. Azonnak jövünk rúgva a francba. Miben megyünk a kocsmába, gyerekek? Ezt nem lesz napszám. Csak egy klik. Eladom. Ezt ellopom, ezt az emánt. Csak adnak az ecserén érte egy 20-ast, amivel jól berúgunk. Áll egy csomó gép a földeken. Gyertek, kevesen vagyunk. Túl sok a... Túl sok a föld. Túl sok a... Puzza. Meg a... Én mennék szívesen, csak nincs meg a játék. Nem gond, majd egyszer talán lesz olyan, amivel te is játszol. Milyen játékaid vannak, Krisz, amivel... Vagy van olyan, amivel mi is szoktunk játszani? Az árkot akarom most majd megvenni. Az új gép mellé. Aha. Nem rossz választás. Kicsit hogy is mondjam, idegtépő, amikor mellé nyúlnak a tisztelt fejlesztőkkel, egyébként nagyon jó játék. És igen, a Szabó Miklós jól írja, igen, tehát a New Holland az alapból csak egy exe, azt el kell indítani, az alapból a megvásárolt játékhoz hozzá van, tehát azt le sem kell tölteni azt a... Mert azt a játékot, mikor telepíted a Steamen, az magától fel is települ, ha jól tudom. Hát ha exe, akkor biztos nem, mert akkor nem látnád. Nem? Akkor lehet, hogy hülyeségeket beszélek. Ez a másik... Én nem tudom, hogy eltöltöttem különben valami őszintén. Én sem emlékszem, hogy most, hogy magától indult el, vagy nem, vagy hogy volt. Ez mi az, amit vág? Minden megpróbálom ellopni ezt is, hogy menjen. Aha, ez valószínűleg nem árpa, mert most nálam a tartályba, vagy a pótkocsiba árpa van. Akkor valószínűleg ez meg búza lesz, amit vág ez a... Vagy ez repce? Ja, ez repce, várjatok, azért nem. Igen, már látom, hogy azután nincsen szálas dolog. De akkor ezt nem gyűjtjük össze. Milyen live lesz ma még? Hát árk mindenképp lesz, ez tuti. Ez a szokásos napi. A szokás, így van, az esti 6 órás árk az... Hát nem mondom, hogy amíg vagyunk, addig lesz, mert biztos eljön az az idő, de ezt már elmondtam, hogy kevésbé lesz érdekes számunkra, mármint Kockának meg nekem a játék, vagy annyi más egyéb játékkal fogunk játszani, mint például Tetris, meg ilyeneket tervezünk, ilyen Hello Kitty, meg Csillámpón is játékokat. Nem, ilyeneket nem tervezünk. Tehát annyi más játékkal fogunk játszani, egyszerűen sajnos nem marad rá időnk, hogy minden nap árkozzunk. De most jelenleg még ugye az árk viszi a prímet. Oké. Okay. Tényleg te hallottál az új patch-ről árkba? Mégpedig konkrétan miről? A 2.33-as patch. Lesz egy újfajta dino, amire hárman tudtok ráülni. Ja, ez egy a nagy új... növényevő. Igen, meg jaha. Egy új fegyver, meg egy új ruha, ami SWAT-os lesz, a fegyver meg ilyen kábítós. Ó. Electrum kábítós. És azért a save és a loading time a szerveren fog fixálódni. Jó. Arról a nagy állatról igen, olvastam, ahogy már régebben bekerült a dino dossziéba. Azt már néztük, hogy végre az első olyan állat lesz, amire többen is fel lehet ülni. Ugye közben azért a kenguru ezt már valamilyen fokig megelőzte, mert annak a zsebébe ugye bele lehet bújni. De hogyha ugye figyeltétek, nagyon sok dinónak akkora nyereg van a hátán, lásd akár csak egy rex, a Spino, de már a Rexnek is akkora nyereg van a hátán, hogy simán két ember rá tudna ülni. De és ugye ilyen nagyobb állatokról, mint például a Bronto. A Bronto, vagy a Mosasaurus, hát azon meg akkora nyereg van, hogy egy kisebb foci csapat is rá tudna ülni.
mégis csak egy ember. És mégis csak egy emberes, tehát ezt már régóta vártuk, hogy legyen már kettő, vagyis, tehát egy olyan nyereg, ami legalább két ember tud lovagolni, és akkor igen, ez lesz ez a több emberes állat. Egy nagy növényevőről lesz szó, ami kb. Ilyen... Valimimus, vagy mi a neve. Igen, igen. Kb. Ilyen rex, vagy még annál is nagyobb méretű növényevőről lesz szó, vagy van szó. Most túlléptelek egy bácsi. Most nálam csöngettek. És valószínűleg oda kívánt a tisztelt csöngető, ahova nem szeretnék menni. Nem, nagyon aranyosan jött a postás bácsi, aki fiatalabb, mint én egyébként. A bácsi, ugye? És most képzeld el, hogy jön gázórát leolvasni, én mindjárt mondtam neki, nagy komoly meggyőződéssel, hogyha sikerül, akkor vendégem egy üveg pesgőre. Pedig föl is csillant az, mert utána rájött, hogy valószínűleg nincs gázórám. Igen. Azért mekkora köcsög ilyenkor szombaton megkínálni egy üveg pesgővel a szegény munkás. De és a legkeményebb az, hogy már így hajlott is volna a dologra. Á, igen. De itt kb. Volt egy ilyen másodperces szünet, és utána úgy levágta mindjárt, hogy nincs gázotok? Nincs. Két piros kombájn megállt. Az egyiket mindjárt intézem. A másikat én nem tudom intézni, mert az repcét vág, és nálam meg árpa van a pótkocsiba, de megoldjuk. Vagy ha akarod, Dávid, nyugodtan keres egy üres pótot, vagy valami ilyesmi. Oké. Nyugodtan, szabad gazdálkodás van. Ja, van itt annyi gép, hogy ugye kb. Kicsit több emberre készítünk. Egyébként várom még valakit? Nem tudom, itt páran, mintha írták volna, hogy próbálják. Red a várom. Facebook, a TS cím kell. Mi? Gondolom a TS-nek az IP címét kéri. Jaja, srácok, beírom azt is most ide chatbe, jó? Oda bebigyeztem nektek. Ági, itt van még, hogy ilyen chatben van? Itt vagyok. Aha. Nem vagy ez a csacsogós fajta, ugye? Nem. Hallgatózok inkább. Ennek párod örül, vagy ezt ő si szereti? Hát... Nem tudom igazából. Nem, igen, kérdezz meg. A csendes nő nem lehet tudni, hogy éppen áldás vagy átok, ugye? Igen, így van. Inkább átok. Hát csendes? Vajon mit forralt a fejében, tudjátok? Most mire készül? Hát amennyiben nem vihar előtti csendről van szó, akkor nagy baj nem lehet. Igen. Azt mondja, hogy ide beírom a... Töső cím. Gyerekek. Most írom be chatre, ott a töső cím, és akkor a szoba az Redalin. És a jelszó, az meg farm. Látok, meg közben írok is, és milyen érdekes, most veszem észre, hogy írás közben nem, vagy szóval, oly Dávid, megérkezett egy kis fénysúrlása. Tehát beszélés, tehát miközben beszélek, nem tudok írni. Ez érdekes. Még sose próbáltam. Orraljál. Nem vagy nőbe. Igen. Ja, értem, Levi. Levi itthon van, azt írja. És a lemezes meg otthon van. Ez mit kínlódik ez a gépezet? Nem bírja levágni ezt a maradék kis földet. Na, elbocsátjuk ezt a melóst, mert itt csak butáskodik. Itt vagyok melletted, kocka. Jó, ezt elindítom. Akkor most visszajövök. Akkor is kikkelek, megyek a másikot kipakolom, jó? Oké. Ó, már tiéd is villog, ezt kijeleztem akkor. Igen, igen. Úgy, ahogy bemásoltam a TS címet, az be kell írni címnek. Tehát úgy, hogy TS pont, ott, ahogy úgy le van, oda beírod, kettős pont, beírod a 15 000 akár mennyit. Ez beírod TS címek, és már is tudsz csatlakozni. Nincs hozzá jelszó, semmi. Megérkezel egy felső szobába, azt hiszem az a neve, hogy
küszöb vagy fogadó, már nem tudom. Küszöb. Küszöb. Így van. De CTRL-TF-vel beírja, bent van már TSN a szobanevet, és csak beírja a passwordot. Így van, és akkor utána, de bele is lehet írni a szerkesztő vagy a beállításon, hogy konkrétan egyből a szobára csatlakozzál, de ha nem, akkor... Titit! Ó, Dávid, ne törd össze a kocsim, légy szíves. Tehát, hogyha bent vagy a szobába, ott kérni fogja a jelszót, a jelszó annyi, hogy farm, és már is itt vagy. De láthatjátok, elég sokan ide találtak, tehát működik a dolog. És bízunk benne, hogy... Neked is sikerül. Hogy neked is sikerül, és legközelebb egy picit, az egész egy picit így koordináltabban, összehangoltabban megy. Na várjátok, most van egy olyan, hogy ugye tabulátorra megyek a következőre, és előző járműre mivel tudok menni? Arra is van gomb? Vagy mindig csak egy irányba? Hogyha utána mész a kontrollőre mész, akkor a négy irányú választógomb, balra, jobbra, balra, jobbra. Igen? Jó, jó. Hát várjál, nekem az nem. Nekem az kiszállt belőle. Mi a négy irányú választógomb? Ja, a négy irányú, jó van. Aha, nem jó gombot nyomtam. Aha. A bal kezednél, ami van a négy irányú. Igen, most szerintem most rossz irányba megyek. Mindegy, most már körbe megyek. Meg áll egy piros kombájn, a lényeg az. Elvileg Máté panol van TS-re. Máté TS? Innen? Igen. Ó, Máté. Azon sajnos én nem tudok segíteni. Mert a szerverhez admin jogom nincs. Itt én is csak Dávid, ne ide! Csak kaptam egy szobát, és... Köszi. De megint nem jó irányba megy. Ah, ez az. De nem tudok sajnos ezen segíteni. Még egyszer? Hova vigyem? Elvileg, mindegy, le is hatodott, ha akarod, vagy felviheted a silóba, vagy a mi a fenébe, abba a gyűjtőbe, de ott kis kupi van a kiöntő tájékon. Valahol add el. Mindegy. Pénzt meg elisszuk. Első leadítottad, de nyugodtan. Így van, a pénzt a tedd zsebre, nagyon oda a kockának, azt elisszuk. Mondta ezt egy anti-alkoholista. Milyen? Ujjaj, várj, ez a csuklós nagyon, ez a nyerges, egy kicsit betör derékba. Picit nagyobb sebességgel jöttem, mint kellett volna. Milyen kontrollert használok? Egy Logitech, vagy Logitech, milyen F310-esen van, azt hiszem? Szerintem igen. Igen, tehát egy Logitech F310-est használok. Nem mai darab, vagy 3 éve vettem. Már egy akkor picit... Akkor mit mondanák én az enyémre? Nem maira? Igen. De már így, pont ezt akarom mondani, hogy már a jobb oldali Joy egy picit néha így szorul. Lehet, hogy csak azért, mert sűrűn van takarítva. És néha így magától elkezd vándorolni a kamerakép. Ez az M1 azért érzi a súlyt. Vagy csak én nem vagyok hozzászokva. A server addresshez kell írni azt, hogy... Az hogy azt a TS pont akármi, tehát az address az a cím, ennyit jelent. Tehát oda kell beírni azt, amit bemásoltam. És onnantól kezdve csak annyit kell, hogy csatlakozás. Mikor bent vagy, akkor megkeresed lejjebb a Redali nevű szobát. Arra nyomsz egy dupla bal klikket. És beírod a jelszót, hogy farm. Ja, de most én miért a... Ó, te sütjő vagyok. Elhoztam a cukorrépát, vagy mi ez a árpát, a... Mi ez? Ahol hordtuk a silót. Rossz helyre jöttem, addig magyarázok itt. Hol van itt leadó állomás? Jó, itt tovább. A 21-es mellett. Ja, megyek most a teherpályaudvarnál fogom leadni. Megnézem ott. Ott van egy jó, a teherpályaudvar mellett van egy jó kis kocsma. Ilyen talpon álló. Olcsó mérik a felest. Jössz, Dávid? Meghívlak egy bambira, mert te úgy hallom, még kiskorú vagy. Igen. Ja, és nem is hát akkor... Jaj, meg se kérdez, mutat csak a traktor jogosítványodat? Mondjuk hát az sincs szerintem, mert ahogy nekem jöttél az előbb, ebből kiderült, hogy szerintem még pótkocsis M1-re sincs jogsít. Az Ecserin vetted a jogsit, vald be, őszintén.
Mózes, a szerver neve az, hogy kocka, de már beírták, igen. Köszi, Krisz. Nincs. Amikor ezt hallja, addigra már olvasta. Mert... már egy kis csúszka. Látok, hol? Itt kell bemennem, nem? Most majdnem elnéztem a bejárót megint. Előbb kicsit lemaradtam, hogy beszélgettünk a CD regisztrálásról. Azt jelenti, hogy Ági fog játszani, vagy barát fog játszani, Ági? Én. Vagy mint, vagy minden, te fogsz traktorozni. Wow! Tehát vagyis szerintem mindketten. Aha. Nyugodtan. Kontroller ajánlott hozzá egyébként, nem tudom, hogy otthon kontrolljátok, ajánlott hozzá. Elvileg a barátja nagy farmingos. Igen, barátom nagyon. Ha vád, akkor lesz, aki segítsen ott neked. Hát igen. Valaki de viszont nekem mennem kell. Most Ágnes, jó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm. És akkor majd máskor is tartunk ilyet, és akkor ugyanígy szeretettel várunk téged is. Jól van. Oké is. Na, sziasztok, további jó játékot. Köszönjük szépen, szia. Szép napot. De kár, hogy nem lehet bemenni a vonat alagútba, pedig úgy elmennék itt a sötét éjszakával. De azért nem tudom, megpróbálom, de tudom, hogy nem lehet bemenni. Jó, nem töröm össze a vasat. Már bealagbózod, de szépen érdekes. Azért meg se próbálom, mert mondom, még valamit tönkre teszek. Ahogy ki állt be ide, nem tudál be a kiskerbe? Nem tudom, én nem. Szerintem a Dávid... A Dávid huncutkodik, az előbb jött egy kicsit, lenyomta még a festéket is a vasról. Figyeld, hol áll a gép? Nem látom, mert most közlekedek. Piros traktort kattintsd végig, hol áll, megéri a látvány. Na várjál, lelassítok. Piros traktor? Mennyire piros? Ja, látom! Ó. Itt valaki át... Itt vannak emberek. Mióta sétálnak itt emberek? Hogyha elég sokáig a szerver, akkor vannak, igen. Igen? Na és ez átmegy most a traktoron? Ja, minden lát, mi az ilyen, ja, minden gond nélkül. Ja és... Aha, tehát a... A Dávidnek sikerült beugrani úgy a kertbe, hogy a traktor meg sem mozdul. Oh yeah. Semmi baj. Szerintem azért is ijedtél, mert mesztelenül ültél a traktorba és gyorsan felvettél magadra valami ruhát. Vald be, őszintén. Vald be. Megkeressük a M1-nket az úton. Itt van. Nem is rágy az játék most jelenleg Steamen. Ez már nem drága, abszolút. Nem, nem. Főleg még karácsony, és én karácsonykor vettem meg a kocka unszolására. Akkor volt, azt hiszem 60%-os kedvezmény. Igen, 9,90-nél vettem. Sőt, úgy vettem, hogy a felét még kockától kaptam karácsony ajándéknak. Szóval... teljesen, nekem... Én a médiába vettem. Ja, te dobozos verzióba vetted? Igen. Aha. Mennyi volt? 2000 forint volt. Jó, hát ott... Úgy, mert még olcsóbb volt. Néha előfordul, hogy van az a kosaras műsor, ott hozzá lehet jutni dolgok. Ugye? Igen, a médiában vannak ilyenek, hogy... Vagy még van egy másik hely, ahol hozzá lehet jutni ilyen olcsó játékokhoz. Hogyha ugye ilyen PC magazinokat járattok, és akkor elég sok PC magazinhoz szokott járni ilyen féléves, egyéves játék ajándékba. Nem tudom, hogy a Farming volt-e már esetleg valamelyiknek a melléklete, de elő szokott fordulni, hogy jó játékok vannak abban is. Kihaláztam a traktort, jó? Jó. Tehát én például... A linkeren keresztül nézelődnek, az is megírja a egy imát, a G2-s. Igen, igen, tehát a leírásban ott van a G2-es. Hát még olcsóbb, mint amúgy. Most Steamen olcsóbb? Nem, G2-en olcsóbb. Jaj, igen. Ez azt jó tudni, srácok, hogy legtöbb játék G2-en olcsóbb. De nem mindig. Nem mindig, valamikor a Steam erősebb Mit akció. Tomrad. Oké, jövök. Én azért kicsit messzebb állok, mert ez jó. Belülünk egy sebességhatárolót is akkor. Látjátok, ilyen a jó összmunka. Dávid arat, én viszem eladni a kukoricát. Na. De legjobban a kocka jár, mert a pénzt zsebre teszi, azt... Hello. Igen. Mondd, Krisz, szerettél volna valamit mondani? Máté megérkezett a TS-re, csak még nem találjuk a szobát. Aha. Máté vagyok fönt küszöbben. Oké.
Máté, kicsit lejjebb görgetsz, és akkor meglátod, van egy olyan szoba, hogy Redalin, de itt vagyunk bent. Szerintem látod, megnézem, hogy azt sem tudom, hogy ki van a szobában. Ági elment, de szerintem még a Jeff itt hallgatózik, ha jól tudom. Ugye? Így van, itt van. Itt van. A Csimpi is itt van, a Jeff is itt van. A Dávid is. Az a baj, nem tudlak lehúzni, mármint... De mindjárt prezentálom neki cseten, hogy hogy oldja meg. Jaja. Keresővel, nem? Hogy ezt éppen legörgeti akkor. De köszönjük szépen, Krisz, hogy segítesz. Kocka, a 32-esnél a traktor, amin van a kukorica cucc, az teli van. 32-es? Igen, a végén. A... Most amivel itt állsz, ebben még nincs tele. Ja, a szembe, ami neked van, Dávid, ott előtted, az van tele? Igen. Hagyján, de én is tele, ebben kiborító, hogyha szólamban be kéne engedni. Kukoricája? Valakinek kukoricája? Nálam van, igen. Az enyémben kukorica van. Hol vagy? Kérlek szerint mindjárt felborítom a másik oldalra. Állj be a kombájnál, aki a 6 vagy az itt a földön. Én, igen, itt a Dávid mellett. Én még szemben beküldöm. Csak megállhatnátok akkor. Jó, állok. Miért át tudod borítani ebbe? Az jó, ó, mert neked ilyen... Ó, gyerekek, hát ezt nézzétek. Ez ilyen kihordó. Ja igen, hogy csak a nagy kocsikhoz kifordja, igen. Persze, én azért hoztam le ezt, oda félre volt állítva a szélre, mert csak kicintálok. Jó. Dávid, nyugodtan vághatod, mi kocka átönti, okay. Majd utolérlek, vágj egy nyugodtan, oké. Okay. Hát... Miklós, az a baj, a Facebook oldalon már nem, a leírásba... Nem, a leírásba sincs benne, a leírásba csak a modnak a linkje van benne. Mi van? Valaki kérdezte, igen, hogy... Valaki kérdezte, hogy lehet-e jönni hozzánk játszani. Lehet, igen. Csak az a baj, már nem úgy van a leírás, ahogy lehet. Ali, szia! Ali. Valakinek sikerült feljönni. Szú. Ja, Szú, te az Árgolf vagy, Szú, igaz? Aha. Oké, okay, szia. Sikerült a madárba, amit csináltunk reggel? Igen. Ó, szuper. Máté, ha hallgatod a live-ot, akkor szedd le magadon a hangot, meg a mutét, és akkor hallani fogsz mindent, meg beszélni is fogsz tudni. Igen, tehát ha nézed a live-ot közben, azt némítsd el, és akkor nem lesz vízhangos. Kovács Ferenc kérdezi, hogy ez az a mentés, amivel kockával szoktunk játszani. Nem, ez nem az a mentés. Ez egy külön extra térkép, sok megvásárolt járművel és eszközzel, pont azért, hogy többen is tudjunk egyszerre játszani, meg sok feladat legyen, ne álljunk ki. Ez konkrétan egy fullba megvásárolt térkép, amit a... Igen. Oldalon megtalálható manicsit köszönhetően oldottam meg. Tehát a karriernél, a karrier szép game-nél át kell írni a manit, az kész. Ah, nem szoktam én bántani a mentéseket. Napi mentésnél elvele felül lehet írni, ha minden igaz. De nem szoktam, egyszerűbben csodálva. Azzal mondta, kész. Az pont azért csináltam egy másik térképet, mert amit Reddel játszunk, azt nem akartam összekutyolni, mert azon csak annyi pénz van, amit megtermeltünk. Igen, tehát azt majd folytatjuk, mikor ketten játszunk tovább. Most ha... Tehát most ez így van, és majd, hogyha még lesz ilyen, mert megígérjük, hogy lesz majd még ilyen, amikor újra többen együtt, és reméljük jobban fog indulni, nem lesz ilyen döcögős az eleje. Többen is jöttök. És reméljük, hogy többen is jöttök velünk játszani. És akkor ezt fogjuk folytatni. A TSN a szobanév az Redalin. És látod, hogy benn is vagyok, én is, meg itt egy jó páran. Máté, szedd le magad az a vajt. És a szoba jelszó pedig farm.
Hú, a kombány útba lesz szembe, srácok, itt, amivel most megyek. Ami most kocka mellett áll. Ja, ez meg 50, ott az a kombány útban. Én ezt meg... Már hiába megyek, tele van, 100%, addig nézem. Az nem jó. Hát mindegy, az a kombány most megyek kicsit üresen a végéig. Így van. A TS-hez való csatlakozás az fent van Facebook oldalon, és az tökéletesen működik, tehát az jó. A játékhoz nem tudtok csatlakozni úgy, ahogy le van írva. Ahhoz annyi a csatlakozásnak a másik megoldása, hogy... Leszedítek, ami leírásban van link. Így van, a link, tehát a játék alatt, tehát itt a live alatt a leírásban ott van egy link, le kell szedni egy Speed Control nevű modot, azt kell feltelepíteni a megfelelő könyvtárba, mondom a könyvtár nevét, dokumentumok, azon belül a Mind Games, azon belül Farming Simulator 2015, azon belül a mods, tehát abba a könyvtárba azt a zip fájlt bemásolod, újraindítod a játékot, és elméletileg minden megvan ahhoz, hogy tudjál velünk játszani. A szerveren nincs jelszó, kocka néven megtaláljátok. Sajnos a leírás alapján, ahogy szeretük volna, úgy nem tudtuk beállítani, nem indult el. Ez is valami csoda módján, vagy harmadjára sikerült, de a lényeg, hogy sikerült. Onnantól kezdve már nem is variáltunk vele, hogy legalább tudjunk veletek játszani. Sárga kombányba ki van? Hát valószínűleg most senki, te ülsz benne. Melyikre gondolsz? Aki megy egy ház fele. A nem kukoricásba én ülök, viszem ide. Jó, csak mert elindítok egy... az... egy talajlazítót. Csuklóssal. Jó, csak ne szántsad be, fel kell szedni a szárat. Csak a kukorica után indítsd el, hogyha azon a földön vagy. Vagy a repce után. Vagy a repce után. Itt van szalma, úgyhogy itt. Azt légy szíves, néha fel akarom szedni még. Vagy hogyha szerintem még lehet találsz üres földet, bármiket elkezdheted bevetni, Dávid, hogyha ahhoz van kedved. A 33-ason végzett a kukoricázó, arra elindítom. Jó, kukorica után mehet a talajlazító, jól van, oké. Miért nem megy XP-n a Farming 15? Hát kb. Mert már a Farming, vagy a Farming, az XP már sajnos egy, mondjuk úgy, hogy elavult oprendszer. Elvileg annak már támogatás is nincs rátok. Igen, tehát az már azt hiszem 2014 január vagy 2014 nyarától már nem is jön hozzá semmilyen támogatás az XP-hez. Valamit még lehet találni, hibba-hóba látok. Igen. Igaz, hogy az XP egy nagyon jó és stabil és szerintem is egyik legjobban működő Windows volt a maga korában. De be kell látni, hogy eljárt felette az idő. 10 évvel ezelőtt körülbelül. Igen. De csak nem jó, nem támogatja se a normális méretű memóriát, semmi újdonságot. Itt a Windows 10, igaz még én mai napig is 7-est használok, de a Windows 10... Én meg a 8-at. Figyelsz, 7-es, 8, 1-es vagy 10-es, amit most érdemes használni. De már lassan ott tartunk, hogy az én 7-esem is azért úgy a végét rúgja. A 7-es még lesz egy darabig azért. Hát már igazából csak a lustaságom szabja a határt annak, hogy miért nincsen. Majd lenne maradja a törődmérő aktualizációról, már csak nyárig érvényes a ATP-s. Nyárig ingyenes csak? Igen, nyár után már nem tudod nincs odázni. Már nem adja ott most sem fel a 7-es meg a 8-as. Úgy tudom, hogy a bevezetéstől számítva egy évig, és valamikor nyáron jött be, nem? 10-es. Bocsi Dávid, bocsi, jövök, új futok. Lelép a térső Dávid. Most te mondod, Krisz, hogy mész le? Nem, Dávid lépett le. Dávid ment el. Dávid megállt. Mindjárt elindítom ezt a lágót itt is. Bocsika. Mindjárt lesz hely csinálni. Azért indítottam el, hogy legyen hely, ne álljon ott a földön. De várjatok, nem vágja, mert ebben repce van. Oh shit. Állj már meg. Van valami kocsiba repce? Amiben rá tudom engedni ezt a...
Fred, itt van melletted a kamion, ebben repce van. Oké. Okay. Csak kiállsz vele, hagyd ott valahol, állj meg és mellé állok. Odaállok én már. Várjál akkor, gyere. Akkor állj meg oda a másik mellé. Tessék. Jó, és akkor közelebb jövök. Köszönöm. Szívesen. Na így nem bírom levágni ezt a... Ez nem is tudom mi, ez megint búza vagy árpa. Jó, ez megvan. Becsukjuk. Te azt írják, hogy már nekik már Farm 16 van meg. Farm 16? Igen, az meg igen. Lehet a telefonon. Így van. Mert minden páratlan számú az PC-s játék. És minden páros kiadású pedig mobil alkalmazás. Én legalábbis szerintem igen. 16-os igen fut, Androidon meg nem is tudom, hogy fut még. Igen. A 22-esen megtelt egy kukoricás... Fine. Kombájn, a 22-esen megyek. Majd ezt a repcés kocsit is ki kell üríteni, vagy van még vág valahol a repcét valami? Fönn. Szerintem nem. 22-esen... Fölsőbe vág repcét a kombájn, de szerintem azóta már vágott a vág közé, és azt per kb. Itt vagy előtte. Úgy állt a földeken, úgy a jó. Csak szabályosan tudod. Nem láttál semmit. Én nem, nekem akkor semmi kifagyott a kép. Már keresem a klikkelés támadatot. Srácok, eddig tartott a live kocka, klikkel a szerróról, mert letapostam a kukoricát. József nem találja semmi. A szervert. József, hogyha belépsz a játékba, tehát úgy kezdődik a játék, hogy, de szerintem tudod, nem tudom miért vagyok ilyen szájbarágos, bocsánat, hogy csatlakozás több játékos módhoz, meg ilyenek, és akkor ott menjél nyugodtan, vágjad, majd utolérek vele, menjél rá. Nem én voltam, ez a munkás volt. Indítsd el nyugodtan, hagyd menjen. Milyen a szerver a három közül? Szerintem ez egy 10 fős, igaz kocka most? Egy 10 fős. Uh-huh. Björnholm. Nincsen jelszó. És előbb azt látod, hogy 3-an vagyunk bent. Tehát 3/10 most fut. Jó, még vág még repcét? Hova kell vinni a... bombány? A felső, az a keskény, amit még nem használunk a milyenken. Számszerűleg? Mondom, megkeresem. Fejvi a franc se tudja. Hát. Hova egyáltalán eltévedtem? 23-as. 23-as. Ja, látom, megy benne valami, oké. Okay. Menne szerintem áll, ha jól látom. Mintha mozgott volna, de megyek oda. Fred, amúgy jól tippeltél, hogy kicsi vagyok. Mihez vagy kicsi? Kicsi vagy fiatal, nem mindegy. Fiatalom. Kicsit azt sok mindenre lehet használni, tudod. Ja, hát csak a hangodból gondoltam, hogy nem vagy még 30. Jó, vagy... még a felese. Tehát, hogy még nem ijadsz alkoholt, így mondom. Nem. Jól van ez. Nem is. Világban. Hidd el, amúgy én is itt csak menőzök itt, hogy így iszunk meg, így iszunk a kockával. Nem. Én 10 pár éve abszolút nem is fogyasztok alkoholt. Én csak ás. Vagy egyedül. Tehát annyira, hogy még ilyen, ezeket a színezett löttyöket se iszom meg, tehát semmi bajom nincs igazából az ilyen színezett üdítőitalokkal, de nem, én csak ásványvizet iszom, 10 pár éve. Ja, és... igen, rendben, hogy a pocint meg akkor kölyök közben vizet meg. Én alkohol közben maximum csak a sört. Hát egy időben én is így megittam mindent, de volt, amikor még többet is a kelleténél, de szerintem ez elég sok férfi emberrel megesik. Hát, szerintem nálam nem. Én stabilon megiszom a pohár borocskámat, hogyha arra időm fölök hétvégén, de talán kettőször öntöttem fel goratra, úgyhogy rendesen idáig életemben. Pedig egy pár éve azért már én is létezem. De az a kettő az becsületes volt. Hoppá, vigyázz Red. Mi lett? Megállt a kombány. De miért? Belenyúltál, vagy mi volt? Igen. Ja, akkor azért. Jó, és megállt.
beállítottam a munkaerőt, ne menjenek kocka pénze. Ó, nyugodtan mellethetett volna. Nem számít most. Kevesen vagyunk ilyenkor, nem árt, hogyha egy-két gép dolgozik. Ha lettünk volna sokan, akkor nem lett volna munkaerő, úgy volt a terv. Igen, hogy direkt, hogy rendesen melózzunk. Hát így hárman játszunk ezt szerintem. Azt hagyj vágni, hagyj, annyit már le tud vágni a gép magától. Keresek valamit, amit muszáj csinálni. Nincs semmi, ami konkrétan csinálni kell? Lehet ültetni, lehet lazítani. Igen, igen. A recs? Igen. Valaki elment. De valaki elment? Azt nem láttam. Most én nem látom a... 22-esen megy egy kukoricás, és a végét járja. Jó, hát keresni kell egy kukoricás. Itt vagyok a kukoricás, így van a 22-esnél, itt vagyok a kukoricás kocsival, megyek a végére. Oké. Okay. Ja, látom, itt vagy, jó van. 36-os meg 28-as belveg lehet bálázni, megpróbáljuk mi lesz belőle, mit szóltok hozzá? Jó van, bálázzunk. Én itt ezzel megállok így. Vagy nem is jön tovább? Tele van a kombány? 85% ezen végig tud menni. Jó. Akkor hagyd menjen végig. Ebbe a földben be kellene akkor állítani egy izét. Keresel, Dávid, egy talajlazítós eszközt valamivel, és akkor ebbe beleküldöd? Szuper, jó van. Én addig ezzel meg ide állok. Van egy, mindjárt ott is vagyok. Hármas mellett. Jó. Bele. Máté, nem hallunk. De. Nincs is fent? Nincs. Jó. Aha. Akkor nyilván azért nem hallunk. Jó, megvárom, még kiborítja. Erre mondja azt a hálátlan fér, ha most a feleségem lennék, úgy örülnék, hogy azt nem hallanám. Mondja ezt egy olyan ember, akinek nagyon jó feleség van. Red, hol vagy? Játékban. Aha. Azon belül. Mappon. Valószínűleg traktorban, ha minden jó megy. Igen, én most engedtem ki a 22-es a kombányból a kukoricát. Kiveszem a kombányt a földből. Hogy? Én megyek a hegyen völgyön át a 22-esre. Csak azért. Csak el ne akadj. Nem akadtam. Na, a nagy csuklós kékkel megyek. Na, Máté völgyön. Most van a szobában? Igen. Oké, Máté vagyok néven. Rendben, Máté. Akkor most valószínűleg már hallasz minket. Ha nézed közben a live-ot, akkor a live-ot némítsd el. Ó, viszont ez meg el fog akadni. Gyerekek, annyi traktor van, hogy elakad. Elég megtalálni azt a traktort, amiben bele akarok ülni, de komolyan. Amúgy már ha most is beszélsz, akkor most se hallani semmit. Valaki a 29-esen itt hagyott egy kéket. Lánc talpast. Na, szerintem te voltál, Dávid, csak ránk akarod kell. Látom, hogy azt mondta, hogy valószínűleg meg kell nézni aktiválás, mert nem is világít egyébként. Igen, lehet, hogy nincs jól beállítva az eszköz. Tehát a mikrofonod. De nem is nyomja valószínűleg a gombot, hogy meg kell nézni aktiválást. Beállítások között, hogy áll a beállítás. De legalább látnánk a piros, hogy töröd a kéket, hogy nyomja, de nem nyomja. Igen, még az se világít. De, viszont még arra lennék kíváncsi, amikor belépett TS, akkor automatikusan mutéltem a magát a TS. Szóval be van dugva egyáltalán a mikrofonon? Ja, lehet, hogy azért mutolta, igen, mert nem is érzékel. Ő le volt némítve és le volt nyújtóval, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem látja a TS alkalmazást. Valószínű. Azt mondja, hogy a 32-es közepén áll egy búzavágó. Mindjárt keresünk neki egy üres... Á, ez az. Ez nem is üres, de ez jó lesz arra, hogy kiborítsa.
De jó, hogy ennyi izé van, majdnem minden föld mellett van egy használható jármű. Igen. Jaj, srácok, mindenkitől elnézést kérünk, aki esetleg most próbál csatlakozni és nem tud, vagy valami, mert totál fennforgás volt, tehát nem találja József, szegény József nem találja a szervert. Az elején nálunk is fennforgás volt. Igen, tehát József, hogyha bent vagy a többjátékos módban, a szervereknél, jobb felül a névnél kockát, annyit beírsz, hogy kocka, akkor és hogy ott ráfrissítesz, utána alul, akkor találni kell olyan szervert, legalább egyet, aminek az a neve, hogy Kocka, vagy Kocka Game, vagy nem is tudom most pontosan már mi lett a neve, mert sokat gyára próbálkoztunk. Kocka Gaming. Egy jelszó nélküli 3x10-es szerver. Jelenleg 3-an vagyunk bent. Björnholm térképen. Oda próbálj meg létszeres csatlakozni. Hogyha rá van kattintva a szerverre, és nyomsz egy részleteket, akkor kiírja, hogy milyen modok futnak, azokat a modokat kell rakni. A Speed Control modnak a linkje itt van a leírásban a videó alatt. Kocka egy mosószer, szeliden műtrágya a tömlő mellé. Mosót? Ja. Mindjárt vagyok. Miklós Szabó azt írja, a kocka hány milliárdra csaltál be, hogy ilyen gépparkotok lett. Nem csaltam be, hogy itt lettem az elejétől, akkor megmondtam volna, hogy 15 milliót írtam be, hogy mindenki tudjon játszani. Semmit nem csaltunk be. Csalni azt csal, a kis utokba csinálj, pont azért játszok másik térképen, hogy a miénk ne boruljon fel, ami rendes, megkeresett miénk. Gyerekek, amúgy nem volt semmi ilyesmi, ne higgyetek a kockának. Fogtam, elmentem nagyanyámhoz, eltereltem a figyelmét, azt a dunyháját így elloptam. Kinyitottam, ne tudjátok meg, lila 500-as eurókkal volt kitömve, azon alszik az öreg lány. Hát mondom, mama, szabad ezt? Kölcsönkértem, azt befektettük. Ez a gazdaság, gyerekek. Mama azóta... Ja, reggel hívott is, azt mondja, hogy kiállt a nyaka, mert szokatlanul puha volt a párna. Mondom, mama, tessék a másik oldalán elfordulni. Ül ott a lóvén, mi meg gyerekek nem tudunk játszani. Hát milyen nagymama az ilyen? El kell kérni tőle a megtakarításokat. Mama, tessék csak idadni. Ó, azt mondta, vigyes fiam, te vagy a legkedvesebb unokám, azt idadta. Ó, 16,5 millió euró megtakarítása volt a maminak, most abból vettünk egy pár gépet nektek. Milyen betűt kell megnyomni, hogy tudjak beszélni? Máté, ezt be kell állítani külön a TS-nél. Tehát felül, ha a TS magyarul van letöltve, felül van egy olyan, hogy beállítások fül, azon belül programbeállításra, és ott bal kéz felül van egy ilyen mikrofonikon, azt kell kiválasztani, és akkor van egy olyan, hogy nyomd és beszélj lehetőség, azt kiválasztod, és ott írja, hogy hogy kell csinálni. József azt mondja, hogy így se találja. Ó, József. A 32-esnél ki van? Én vagyok, és van is itt egy szekérkém, amivel szoktam garázdálkodni. Oké, és... Azzal várom, hogy tele is van a... Ahogy Dávid meg egy csuklós csír. Ne gyere nekem! Valami kis izét indítsál el, Dávid, légy szíves. Oké, és... Hogyha tudsz. Ez mindjárt végigmegy. Ezt nem is láttam még, srácok, ez az üvegház, ez mi itt amúgy? Kocka, te ezt tudod? Passzolod, jól van. Akkor már ketten nem tudjuk, mi az. Ferenc Kovács kérdezi, olyan ember mehet-e és aki nem játszik, csak tanácsot akar adni. Hát hogyne, hát itt... Elején mondtuk, hogy most, mivel bedöglött az egész játékműsor, jöhet bárki TS-re, most ezáltal a live alatt. Itt van a Krisz is, aki az előbb ezt felolvasta. Ő sem játszik, de itt van velünk, tehát nyugodtan jöhettek. Hát, látok, senkit nem fogunk azért kiküldeni, mert nem játszik. Hogyne, itt lehetsz velünk azért, mert nem játszol. Beszélgethetünk, tehát ez egy ilyen beszélgetős, farmolós live.
Ja, hogy ez... olvasó találkozó, csak nem írunk és nem olvasunk. Igen, igen. Tele lett ez a bigyó. Hova is kell ezt kiborítani? Végülis bárhova, nem? Mit kell ezt kiborítani? Hát van egy ilyen a földről kihordó átfolyatós búzám. 34 ezer vagy, de is adhatom. Ja, az a lényeg, hogy bárhova ki tudod borítani, a leadókhoz leszámítva. Ja, ezzel nem tudom leadni. Nem, nem, abból csak gépre tudsz borítani. Otthon se tudom? Tehát ebből nem billen sehol? Nem, mondom. Csak kocsiba. Sehova, ahol beborítani kell, csak feltölteni tudsz valamit. Jó, akkor keresek egy üres pótkocsit. Jajjá. Melyik vagyok ott a család? Aztán leborult. Kevesen vagyunk. Valaki bálázik is. Hogy mi a bajod? Nem értettem. Még előbb morgolódok a kocka, amit csaltál be jelenten. Ja, de nevetve írtad, hát volt smiley-je is. Még ha nem mentem volna, vagy háromszor ugye elejítő fogva. Egyébként konkrétan azt hiszem 15-öt írtam be, és abból még 12 megvan, úgyhogy nem is volt olyan veszélyes. József, ne idegeskedj! Ja, arra itt vagyunk mind. Ja, nem ér annyit az egész. Na váltok, most megoldjuk legközelebb a cső kiengedése. Akkor gondolom ez az. Reméljük, hogy... jönni a 32-eshez. Mindjárt megyek. Mit vág? Az búzát vág még mi? Hát onnan jöttem, mert tele lett a pót. Oké. Miért nem engedett kifele? Máté. De ez kocka miért van, csak ilyen pillanatnyi kiengedés van? Milyen pillanatnyi? Hát hali. Hali? Tehát mellé állok ennek a kocsinak, kiengedi és utána meg abba hagyja, tehát. Na, miért csinálja? Miért csinálja ezt? Magasabb pót, hát magasabb volt a izé is. Volt túl magas, nem jó az átlagfélünkbe sem. Most meg összeakadt. De egy pillanatra meg beleengedi. Igen, de most sarkokon. A kamionpótra próbáljátok, ami tökéletesen működik. Igen, na most megint egy pillanatra ment, utána nem ment. 32-esen megtem. Jó, majd mindjárt megyek. Most azt fogom csinálni, hogy ezzel a szekérelmek, amivel most engedjük. Az a legalább egyből ki is tudom borítani. Ez pillanat. Jó. Oké, megyek a 32-esre. Jaj, szegény traktor, milyen lassú. Ó, jaj. Semmi gond, nem történt semmi baj. Hallom, igen. Offroad egy. 30, nem agadtam sehol, csak egy kicsit meredekebb volt az út. Semmi, kisebb borítottam, semmi. Kicsit meredekebb volt a lejtő, mint kellett volna. Házban azt lehet fog jönni, hogy valami szélű traktor is tekerésztő, mint egy húgolon. Jaj, 34 tonna búzával itt. Bementő sereg. Jaja, de te is hozhattál volna magadnak egy izét, egy pótot. Dávid. Az is igaz. Ugye? Ne lustálkodjál. A fiatal ugrasztja a két üregét, figyeled? Jaja, nézem, csak nézem, itt jövök, azt itt héderezik a kombányban, kis ember. Na megállj csak. Majd mindjárt megkergetlek vasvilával, mint a izébe. Indul a bakterházba, amikor a banya kergette szegény izét. Júj, az jó volt. Hogy hívja? Bendegúzt. Javulnék én, édesanyám, csak faluhelyt nagyon nehéz. Puff, egy nyakleves. Az hogy belefejel a levesbe a kis csávó? Az olyan komoly.
ott van a kísértet a ganyénál. Mentem volna, csak elmentem mosdószünetre. Jó, azt mondja, hogy leadom ezt a kukoricát, mert hogy mi ez búza, mert olyan lassan mi ez a vas tőle, hogy... Jó. Úgy most vettem észre, hogy mindig a távolabbi leadó helyhez mentem. Ó, Dávid, nagyon rendetlen vagy itt, a csuklóst is itt hagytad a föld közepén. Ennyi, fiam, így nem leszünk jóba. Én elindítottam dolgozni, arról nem ételtek, hogy megállt. Egész úton hazafele... Honnan is jöttél, Levin? Nem te írtad, hogy a tengeren túl voltál? A 23-ason is ő... Elviszek egy... dolgot. Váltok, itt nincs is leadóhely. Ó, mam. Nem jó helyre jöttem. Itt te vagy itt a boltnál? Én nem. Mondja, Dávid. Akkor a kocka az. Ja, csak azt hittem, hogy a redés, hogy ott van a bolt fölött a leadó. Hát én felhordom mindent a tartályokba, a sajátjainkba. Most ilyen pillanatban. Oda gyűjtöd? Akkor megyek én is oda. Gyűjtsünk oda. Gyarapodjunk. Kocka, szerzel még egy talajlazítót? Egy van csak? Kettő van, de mind a kettőt kiküldtem dolgozni. Na, de nem lesz, ami húzza. Miért? Olyan szélesebb kép, hogy ezt nyelve? Van még, hát... A Chase is itt áll a földön, a derékbe csukló Chase, itt áll a 32-es közepén, az semmi nincs utána. De van egy talaj... Kérüléses, ez nem tandem. De várjál. Van egy talajlazító, ami itt áll a 32-es és a 33-as között. Itt áll egy... Akkor az végzett. Az egy talajlazító, itt áll. Most ültél bele, Dávid, igen. Igen. Ez a rajtam keresi talajlazító, hát figyelek. Hát ez egy csúnya bácsi, ez nem végzi a dolgát. Én nem tudom miért a föld közepén állt meg, de ott van. Megáll csörözni. Ja. Ennek ne fizessél semmit. Aha. Igen, igen, Levi, jól emlékeztem, igen, Amerikában voltál. Ő kettő van, mind a kettő megy. Mindegy, Dávid, szerintem találsz úgyis valamit, amit tudsz csinálni. Igen. Ha majdnem, akkor így jártam. Igen. Akkor a kocsmába találkozunk, várjál meg ott. Kérjél magadnak egy csatos bambit, egy jaffát. A nagybácsitnak kérjél valami sörítart. Igen, valami erőset. Valami erőset. Chili paprikát kérjél. A fekete Laci bácsit, igen, a erőset. Az is erős, nem? Hagyta a csúnyán a bálászot. Hát már ugye, ha kiszállsz, az nem megy magától, sajnos. Nem baj, beleültem, csinálom. Nagyon helyes. Dicséretes. Ó, szia Pitbull Gép. Egy körülbelül egy 10 percig kínlódtunk a live elején, és utána hip-hop meggyógyult, valamiért tudtunk csatlakozni. Igen, ahogy elindítottad a live-ot, utána már jó volt szinte. De a hip-hop az nem volt annyira hip-hop, de hát igen. Hát egy 10 perc, igen. Jó, most így az idő távlatából így szépítek egy kicsit. Így hip-hop. Ó, itt a parton felfele héttel megy ez a kis traktor, a 46 tonna húzával. Igen, a helyzet átkült, hogy kivágom a gépemet az ablakon, csak túl sokan álltak az ablak alatt, sorba érte, úgyhogy nem dobtam. Valaki jöhetne így tolni a traktor, nem kell, csak hülyéskerek amúgy, de azért... Alulról megtolom én. Nem kell, már itt vagyok fent. Csak nem nagyon kapkodta a lábát felfele. Tudod, ütközni én jól tudok. Azt tudsz, azt tapasztaltam, igen. Most trollkodj nekem. Azt nem értem, hogy ezzel a traktorral itt görcsölök, mikor itt áll fenn egy Ho Giru MIN. Nem, hogy ezt vittem volna el. Még olyan... megteheted. Ugye? Jó kis szűz MIN. Na, ezt leborítjuk. Meg van itt, hát ezt a pótkocsit is... Nem bírja húzni a Chase mondjuk ezeket a pótkocsikat? Én nem írnám. Hát nem tudom, akkor miért ezzel a zöld... kis izével erőltettem ezt az egészet. Valószínűleg csak odébb húztam a útorom, meg alibázott és elkasztottam. Ja. Az nem arra van az ő, hogy azt nem, nincs megaló hozzá. Hát kb. Ezt a zöldet, ezt így C-vágányra teszem.
Hát az sok mindenre jó, csak arra nem. Az füvet vágni meg ilyenekre jó az, de más nem igazán. Igen, én teszem. Átülök valami erősebbe. Van egy földön egy csuklós lánc talpas. Ott láttam én fent. Az elég erős, nem? Hát azt még mindig nem hoztad el, Dávid. Szörnyű. Jó, akkor itt hagyom a bálázót is el. Hát ő mindjárt el fog benne akadni, amúgy a izzi, csak szólok. Nem fog. Most, hogyha mész, akkor nem fog. Van itt egy szabad. Előbb olyat laggolt. Néha szokott. Felülök. A traktorra felénél voltam, azt két perc múlva a végénél ott voltam, oda laggoltam. Na, látom a következő live-on, már csak azok a 90 lóerő és micsodák lesznek, de mi a fején, Zetorok? Igen, a kisebbeket, meg a túlerőseket is el kell tüntetni. Mert garázdálkodás van csak folyamatban. Na, egy picit már ezzel könnyebben fog menni. Most ez meg már vihetné a nagyobbat, vagy az ugyanakkora? Ugyanakkora pót, jól van. Jó, mit kell csinálni? Kell még valamit összeszedni, vagy... Én most összeszedem a bálát éppen, bálázni kéne még, hogyha van. Én bálázok. Itt vagy a 36-oson? 28-oson szedem össze a bálákat. Ja, én a 36-oson. Azt mondja, hogy... Vagyis? Ja, így. Engem 54 csavar a bálát összeszedő szerinted. Én meg lemosom a vasat. Akkor... Csak az a rossz a bálázóba, hogy meg kell várni, ameddig újra tölt. A körbálazó csak már jön. Jönök egy szép új traktort. Jön a kocka. Kicsit nagy, így pede jön. Hát össze kell szedni a földet. Jó. Van egy vadonatúj csézem. Kinek kell? Olcsón adom. Az már elbizniszelnék. Szia Roli. Igen, nézőkkel játszunk, vagy igazából csak egy nézővel. Csak a Dáviddal, mert próbálok egy páran csatlakozni, csak valamiért nem sikerül. Hello, pedig... Sziasztok! Szia! Hello! TS-en vagyunk már többen. Szép számmal összegyűltünk TS-en. Valaki jön befelé, én... user néven. Jó, na akkor... Szia! Na ez a live szépsége. Ki is jön be most user néven? User néven valaki jön be. Én voltam, csak nem állítottam át a nevet. Semmi baj, te vagy a Skylex, ha jól látom a TS-en. Igen, amúgy. Semmi baj, tehát akkor már négyen vagyunk. Ez egy jó hír, akkor szerint ő látta a szervet. Igen, tehát azért mondom, hogyha... Akkor most próbáljon meg mindenki. Több lehetőtnek sikerült már, akkor mindenkinek sikerült. Hova rakod le kocka? Oda? Szerintem azt leviszem, állatok az ezt. Oké. Kell valamit bepakolni, mert van egy üres pótkocsis jármű. Kocka, ha már itt van nálam a bálázó, akkor valahol még van bálázó. Ezt a füvet bálát összeítem. Ó, jó szinkron. Jó, most jön a szinkron. Aha. Jó van, nem baj, de ez legalább azt jelenti, hogy tudtok csatlakozni, tehát... Igen, én egyből megtaláltam. Igen, Dominik az élő példa, hogy ja, egyből megtaláltam. Na, itt van. Dominik, kapcsolódik a szem. A végén van egy kis fű megvágva, azt összebáláznád? Persze. Remélem, ez ott annyi. Elvileg ki lehet üríteni a végén is, hogy nincs teli. Úgy látom ezt a... És most érjük be a lazítást utána, mit vessek? Oda. Amit szeretnél. Igen, ahogy... Okay. Nincs konkrét példa, amivel el tudsz indulni vetővel, ha valami hiányzik, szóljatok, veszek. Kocka milliómos. Wow, rácsakadt egy nemzeti bank. Az a gond, hogy ügyvéd az igazatóval együtt és mindig beleszól. Igen. Kéne, felmegyek egy vetőért, mert ez is itt áll üresen. Levi kérdezik, Red kell szuvenír? Vagy mire gondolsz? Amerikából valami szuvenírre? Vagy mész vissza, vagy nem vágom Levi, te most nyaralni voltál, vagy ott melózol, vagy mi? Hát esetleg egy zsák dollár nálad van egy átutazóba, azt elfogadjuk. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha nem publikus, akkor írd meg Facebookon, és akkor így, de ezt így kimerem jelenteni, egy ilyen zsák gyűrött 500 dolláros, vagy 100 dolláros, 500 dolláros nincs. Egy zsák gyűrött 100 dolláros, az úgy jó lesz, ugye. Köszönöm szépen.
Egész nyugodtan szokatok. Amit szeretnél, nyugodtan Domi, vagy Dominik, vagy nem tudom, hogy szólíthatunk. Igen. Dominiknek, jól van. Azt írja a monitorom, hogy unja a Balánt, és 5 perc múlva kikapcsol energiatakarékossági ügyileg. Na hát akkor váltok ezt. Nem hagyom neki jóvá. Milyen hülye egy monitorom van, mi? Okoskodik itt nekem, hogy... Kocka 36-osan még maradtak Balák. Jó, mert elő vagyok, de olyan csámpással raktam, hogy szerencsétlen Balákot, hogy az inkább ilyen pízai ferdet, ami hozzám képes kismiska. Ó, Levi, ott élsz. Hát apukám, hogyha ott élsz, és tényleg szeretné nekem valami szuvenír küldeni, valami szerény dologra gondolj. TS-en, vagy Facebookon írjál rám, és akkor valami. Egy ilyen 20-30 ezer eurós Chrysler, vagy valami ilyesmi. Ilyen nem beérem, én szerény gyerek vagyok. Egy alig használt M300, meg ilyenek, tudod. Megbeszéljük TS-en. Vagy Facebookon. Jó, én keresek egy ültetőt, itt van, találtam egyet. Felakasztjuk. Ezt viszem le, mondjuk a 32-es, vagy a 22-es, vagy valami, amit levágtunk be. A 32-es most veszem. A 22-es az végzett a talajlaszító. Oké. 22-es? De végül is én most nem is tudom, búzát, árpát, mit ültessek? Repceljére legtöbbet. Repce. Ha már ennyire ott vagyunk, akkor ültetessünk már valami ölt, amit amúgy most kezdtünk, akármit. Répát, burgonya. Jó, de hát én nem olyan vetőt hoztam. Hát nem is tudnám olyan vetőt. Én olyan répa vetőt hoztam. Igen. Jó, akkor vegyél légy szíves egy répa vetőt. Répa, még nem indult el, gondolod. Jó, hát én most egyelőre beküldöm ebbe a 20-as földbe, beállítom ezt a vetőt. Hagy legyen. Üzletnél található a burgonya vető. Jó, akkor valaki menjen érte, köszönjük. Egy traktor is kéne. Szerintem van traktor, keresse egyet, van üres tuti. Meg traktor az így. Nem baj, az a hátul ánszalpas nyúlhóan jó lesz, ugye? Van. Biztos jó. Ott van ez is. Danke. Jó. Ott a súly is mellette. Ó, Levi, lerajzoltad a logót. Köszi szépen. Mondom, ha esetleg azt szeretnétek, hogy más is lássa, de én mindenképp szeretném látni, tehát Facebookon küldjétek el nekem üzenetben. És hogyha úgy gondoljátok, hogy megoszthatom, akkor kiteszem nyugodtan. Tehát ilyen kézzel rajzolt saját rajzokat nagyon szívesen kiteszek, és az úgy szuper lesz. Remélem ez a föld nincs bevetve. Mondd még egyszer, Domi? Hogy a 32-esnek csak fele van felazítva, mert nincsen leterindítva a lazító. Aha, akkor azért Dávid a hibás, ő volt az. Nem igaz, a munkás hibája. Azért Dávidnak a prémiumja ugrott, akkor jó rendben. Így van. Akkor már te nem iszol semmit, jó van. Dehogy is nem. Azt mondja, kocka, vettél favágó járművet, tudod? Nem, de veszek, hogyha kell. Vegyél egyet, légy szíves, és én akkor vágnék egy fát, mert írják, hogy vágjak fát, és még ott nem is vágtam. 22-esen elszabadítom a burgonya vetőt. Mekkoralag. Csak csinyával. Ez ott a favágó. Megyek a favágóba, beleülök. Oh yeah, srácok! Milyen jól néz ki? És milyen nehéz az irányítani? Na, amilyen szép, olyan nehéz irányítani. Igen. Igen, a favágót azt a legnehezebb irányítani. Na hát akkor... Még nincsen, de a rakodó az még nehezebb. Ez most vágó vagy rakodó? Ja, ez vágó, igen, a úgy te... Vágó, kapta. Ó, azt mondja, hogy... Ott a karis teleszkópos, úgyhogy az jó sok irányítós. Hopp, ez így le, fel... Jobbra, balra, igen, ez... Ezzel... Ha te viszed a vágót, én meg a szedőt. Várjál már még egyelőre, ott tartok, hogy próbálok ismerkedni a
Az irányítással. Ha lenyomod abba a... Ja, látom. De... Sugó, be van kapcsolva. Ja, jó. Nagy kontrollára van. Nagyon problémás, tudod vágni láz része is. Ez igen. Aha, ez a teleszkóp. Bocska, igen. Nekem küldesz egy pénzt, küldesz egy ezrest, aztán veszek lánc fűrészt. Valaki kapcsolja ki. Igen. Hú, ez micsoda? Hát, drogul itt a bú nekünk. Aha, ez a forgató. Ú, gyerekek, ez tényleg, ez olyan bonyolult. Red, de elvileg nem vett az a vetőgép, amit leraktál. Nem vett a vetőgép? Elvileg nem. Ó, nem is néztem. Mondtam, hogy rosszak a dolgozók. Ja, hogy akkor kézzel kéne vetni. Ali, ki ő? Ki az a drumball? Vagy bull? Jó napot kívánok, uraim. Jó napot. Ali. Szia. Jó est. Jó estét, uraim. Szia, szia, üdvözlünk. Jó, keresek egy fát, most már tényleg kiválok egyet. Még ki kell szaladnod, vagy mi? Ezzel... nem, ideig csak tesztelgettem. Ezzel tetszőlegesen ki tudok vágni bármi. Nem, a steel fűrésszel lehet bármelyiket, ezzel csak a... Fenyőfát. Erdőben lévő fenyőfát, ja. Jó, akkor itt jobb kész fele van egy erdő. Itt fogom a helyre, aztán vágható. Balra. Ott fogom, 27-esnek a végén, abban tudsz ügyködni, szerintem. Itt szemben... De ha gyere itt, megyek előtte. Itt szemben van egy erdő, látom. Aha, ezt itt simán ki tudod írtani. Már ezt is itt? Aha, csak elsőnek kapcsolod be, és akkor nyitja ki a poppáját. Oké. Okay. Bírod rá. Azt mondja, hogy... Antoni. Bevágó bekapcsolása. Én betakar... itt leszek és én nézem. Oké. Okay. Na és most told rá. Okay. Át kell tenni nyomógombosra bólasztat a teljes létszíves, hogyha megkérhetlek. Kérhetlen. Várjátok már. Ez forog. Valami zónál, mint a porszívóznál elvileg. Jó. Ó, gyerekek, ez... Köszönöm szépen. Igen, most így. Gyere picit jobbra. Picit jobbra. Dávid, megpróbálom megoldani egyedül. Köszönöm szépen, hogy segítesz, de... Why? De most sem először. Srácok, van itt még a szobában jön, aki jönne játszani és nem tud feljönni? Van valakinek gondja még? Akkor ezt nemnek vettem, akkor beszélgetni jöttünk. Legszerint nincs. Jó, van semmi gond. Jó, és akkor hogy vágom ki a fát? Aha, vágás. Ó, nagyon komoly. De állíts a méteren majd. Igen, mivel akkor csak egy méteresek vágja. Azt mondja, hogy vágáshoz vál... És az hogy... Mennyire állítsam? Olyan 5 méter. Ez a legnagyobb. Jó, 5 méter. Ja, és akkor olyan hosszú rönköt fog vágni? Így van. Aha. Szuper, köszönöm. Amennyit csak tud. És akkor vágás. Csak sokszor kell nyomogatni. Igen, most kivágja, kidől a fa, és magától be is fejezi a műveletet? Igen, nem, hanem neked kell nyomogatnod a vágást, hogy ő vágja. Aha, igen, igen. Aha, és így elvágja 5 méteres izékre. Ja, értem, azt beállítom, hogy hány méteres izéket vágjon szálakat. Ó, zsír. De jó. Ja, ezt meg én mozgatom, és azért nem egy helyre dobálja. Világos. Nem baj, majd összeszedni jó nehéz lesz. Dávid, gyere, szedjed összefele, ne lazsáljál, apukám. A végét meg daráljátok majd be a csúcsokat. Igen, és azt mivel tudom bedarálni? Az a utálatot, ahhoz kell egy traktor, meg a röngszedő. Ja, aha, nem baj, én vágok még. Én kihívottam vele. Én is. Oké. Okay. Abból modolta jó. Ó, gyerekek. Majd lássam, mit részegesítik nekem. Gyere, nézd meg, csináltam. Kisebb, nagyobb, vékony rönöket, minden. Ceruzákat is csináltam, itt a vége van, ilyen ceruza lett. Azt kell darálni a ceruzákat. Igen, az már látszik, hogy nagyon vékony. Na, kivágok még egyet. Most utána jöhet, próbálkozhattok ti is. Úr, hogy haigálja? Én ismerem. Egy ilyen géppel azért rilbe ellennék, szerintem. Tetszene. Jóból is. Nagyon jó. Én az árával lennék el rilbe. Az is igaz. 50 millió. 50 millió? Uh-huh. Azt a... Puh. Milyen bulit csinálnánk belőle? A márkás, az ilyen John Deere, meg ilyenek, azok valamikor dupla. Az igen. De megkeresi 2 hónap volt az árát. Ha jó helyén megy. Kocka! Kéne nekem egy, amiben kibírom szedni a tönköt. Oké, okay, keresem. A elvileg 5000. Az a legelső traktorosnak.
Ez a piros mondjuk így van. FSI meg van. A fát szedi valaki, vagy a Dávid csinálja a röngszedéssel együtt? Én a röngszedést azt csinálom, a szedést azt nem. Miért vigyek? Azt a pont szétvigyem szedőt? A legutolsó az a jó szedő, amire lehet rakodni is. Utolsó előtt, igen. Ott van az üzletnél. Most megpróbálom korrektül egy helyre dobálni nektek a rönköket. Propát szedjem össze? Van, te szeded össze, én meg tönközöm. Jó. Tönközöm. Gurulnak le a gyerekek a farönkök, nem tehetek róla, én pedig igen, olyan... fizika működik, igen. Én professzionálisan egy helyre rakom. Szóval, ne nekem. Ki is lehet tönközni? Te, vagy a, tehát a tuskót ki is? Igen, csak igen. Ahhoz kell egy traktor. Jó. Ne mondta, nem talál traktort. Kiszálltam a favágóból, hogyha valaki megkívánja. Már kocka megkívánta. Keresek egy traktort. Jövök, megnézem Dominiket, hogy szedi össze a izét. Keresztem egy zöld. Milyen jól néz ki az is? Kocka rá tettem, mert az a legkönnyebb melő az egész favágásba. Ja, ez kimondott ilyen röngszedő kis jármű. Aha. Kocka, olyan zöldet találtam, amilyet vettél tegnap az illiódásba. A zöld. A Tamás Bene kérve, a Bene Tamás kérdez, mi kell, hogy játszak? Hát nézd, kell a játék, egy eredeti játék kell hozzá. A játékhoz alapból ugye gyárilag tartozik egy New Holland nevű mód. És azon felül még a leírásban, itt a videó leírásában, itt van egy másik mod, egy Speed Control nevű mod. Azt kell letöltened, és ha mind a kettő fut, akkor van egy olyan nevű szerver, hogy Kocka Gaming. És arra a szerverre fel tudsz jönni, nincs jelszó, jelenleg fent vagyunk négyen. Tehát egy 4x10-es szervert találsz, ide jöhetsz és már is játszhatsz. Már is. Hát már nem sokáig vagyunk, mert... Jövök Dominik. Jö. Na, szóval Dominik milyen ügyesen felvette. Látszik, hogy nem először játszol vele Dominik, maradjunk ennyiben. Igen. De nem nézed meg a 20-as közben lévő betegyéget, amit leraktál? Ja, 20... Hogy nem vett a 20-as. A 20-ast azt én elindítottam. De vet? Hát azt írja, hogy vet. Ugye nulla mag van benne, de mivel a melós... Azt tudom, azt tudom. Ja, de várjátok, meg tudom nézni, hogy mi van benne, mert ugye... A skin is változik? Mögötte? Pont azt akarom mondani, hogy megnézem, hogy a 20-ason mi az ábra. Hol a 20-as? Igen, a 20-as növekszik, tehát kék színű. Akkor jól van, azt is ennyi, akkor a gyereknél szeretném, mert írták milyen nevében. Szerintem az zavarta meg, hogy ugye a meló, hogy nincs benne vetőmag, mert nullán van. De pont most végzett. Hát én nagy lazán beleálltam a 13-asba, csak átállítom. Mondjuk. Jó, kivágódok én is a favágóból, ha akarlak feltvágni. Átállítom mondjuk búzára. Hát az zavarta meg, hogy a vetőmag nulla. Ez azért van ugye, mert a melóst fizetjük a melóst, meg a vetőmagot egyszerre. Megyek a tönközővel. Most megnézem, mert azt még én nem is láttam közelről, várja, hol vagy. Jó. Itt vagyok Dominik mellett. Egy picit tartsátok már a frontot így hangügyileg. Kettő percre felállok a géptől, jó? Oké. Okay. Mindjárt jövök, köszönöm szépen. Nagyon itt a legenekig szálljajnak. Így van, nyugodtan. Ja, a stafétát átadtam nektek, csak szépen beszéltek. Asta. Ha melyik megnézem, merre rosszal kaptok. Itt vagyunk a... Ott fújtok, mint a nyúl. Dominik, ez vágja a témát, mi? Ez nagyon durva. Gyere le. Tehát teljesen elég. Most akarom, megvárlak vele, kocka. Nem volt ezt? Az igen. Olyan, mint egy főfűrét, nem? Elvágta a rönköt. Ennyi volt? Két? Van. Csicsen rönk. Volt és nincs.
Valaki a 13-as traktorhoz jöjjön, mert ez beakadt, ami a 13-as földön nem tudott rejt. Mindjárt megyek. Nem tudtok beülni, mert ez benne is beakadt. Fred benne ül? Na mindjárt meg kiugrasztom a szerverről. Kiszúrjak vele? Figyeld! Eladja már nulla. Biztos örülne neki. Biztos meglepődne. Jó szórakozás. Akik nézitek Argo, szerintem már láttátok nálam, amit szoktam csinálni, amikor felbosszantanak a fiúk. Akkor ül fönn az állatom, kiveszed alul a nyergét, és akkor potty. Csak lecsatolod a nyergét szépen a úriásba. Tényleg kocka, amint csak kettő rede jártatok. Ott még az állattenyésztés is fejlesz elég jól áll, mert az igen jó lehet pénzt szerezni. Még egyszer? Az állattenyésztést. Úgy tudod jobban fejleszteni, hogy több tej legyen, hogy kevert tápot adsz nekik. Igen, tudom, tudom, csak egyelőre azt a keverőt nekem nem volt szimpatikus amúgy sem, az a gép. Úgyhogy most megoldottam. Ilyen 75%-on vagyok most ugye a kétfajta takarmánnyal. De az a keverő az nem is olyan jó, azt hiszem 5 bálát bírsz belerakni. Hát úgy szoktam, hogy egy bál a széna, egy bál a szalma, és a maradék síró, ez így lesz kevert át. Igen, igen. Vagyok. Én ezt modoltam annak idején, amit lehet letölteni, tudod azokat a tornyokat. Igen. Az praktikus, mert abban belevágdosod a villás rakodóval, aztán kész. Így van. Csak itt nem akarok modolni, úgyhogy meg kénytelenzik beírni ezzel a masinával. Meg ha modolsz, akkor rendesen le fogja hívni a játékot. A gépem nem olyan, gépem egy elég jó középkategóriás. Tűrhetően elviszi, most kapok mégis memóriát, mert Arkez úgy nagyon szeretné enni memóriát. Minden bálát összeszedtetek? Mert én ilyet se vezettem még, ilyen bálázót. Elég igen, de hát mindjárt bálázom, az jó. Jó. Ez várjál, most ez csak a bálát szedi, vagy van külön bálázó gép? Van külön bálázó gépem, a bálázó, ez a sárga. A sárga, megkeresem. Van kör, meg kocka bálázó. Ezek nem azok, ezeket ismerem. Hát abban kockát szoktam, mert az automata jó összeszedi a kockákat. A körbála, akkor belemegy egy abba a keverőbe, azt soha nem próbáltam. Egy körbála és egy, mi a neve bála még? Egy szénabála, egy kör szalmabála, meg a maradék síró, ez így ilyen kit kevertátok. Akkor érdemes a körbálázót használni, nem? Igen, csak hát így, hogy kettel játszok, és kicsit tovább tart, mert nem lehet automatizálni. Igen, igen, de már úgy, az várja, a körbálázónak is van egy, ami egyet felvesz, nem hordója. Júj, ez nagy fa. Van, 6-ot lehet vele fölvenni, azt hiszem, vagy 8-at, valahogy így. Ez a... Körbeállal felfelé. Ez a piros szerkezet, ez a zöld zetor után, ez a tönkvágó, vagy a tatuskózó? Ez pedig dót és nem zetor szerintem. Ha. Szóval akkor ez nem ez a bálázó, ezt mindjárt gondoltam. Ez nem az. A, ez a bálázó, ezt már megismerem így. Gyerekem, milyen lassan vett ez a szerencsétlen adatot. Jó, hát jelenleg nincs mit bálázni, de nem baj. Most valahol vetek búzát, meg ilyeneket. Ebben van 41 cukorrépa. Ebben miért van 41 cukorrépa ebben a izébe? Ja, mert elment valaki a izé alatt. Jól van, vágom. Ó, itt van egy föld, amit be kéne tárcsázni. Na, jövök. Viszont itt volt előbb egy. Akkor a gazdaság, hogy nem látjuk át amúgy, nagyjából majdnem ott tartunk. Na, hanyashoz kell menni? A 23-as. Ja, a cukorépát nem itt kell leborítani. A 23-as kell betárcsázni, vagy lazítani, vagy valamit csinálni vele. Ó. És megyek át a fákon keresztül. De azok még egy 15 perc, és akkor így mára ennyi lesz, mert már... Én olyan éhes vagyok, meg utána lassan készülünk. Melyik a cukorrépa? Mindegy, hogy hova borítom, vagy nem? Én azt hiszem, aki az épső cukorrépa? Az épső? Na, mindjárt megváltam. Engedi-e, vagy nem engedi ki? Nem fogja engedni máshova borítani, szerintem. Azért nem mondom. Engedi máshova. Lecsatolás. Akkor nem ez a cukor. Akkor a szélső lesz. Jó.
Elvileg mindjárt ott vagyok. Mennyire kell betolatni oda? Nagyon? És sajnos az ikon nem mutatja. Hát, vagyok előtted. Felmásztam a hegyen. Na most kirakodás. Cukorép elfogadása itt. Vagy nem itt. Akkor a másik. Akkor jó, jó a középső, csak nem tolattam be eléggé. Úgy, de tanulni kell még ezt, apukám. Jó, persze nem is jó irányba töröm a pótkocsit. Ah! Mit elbénázok itt. Szép, azt nézem. Ugye? Ne lőjük. Meg vagyok zavarodva, mint vasóru banya most. Várjál. Ó, most miért laggoltunk? Jó Istenem. Mi volt az alag? Mit csinálsz te ott amúgy, táncolsz? Igen. Nem, laggol, a lagga hibás amúgy. Bemásztam a kombájnalá. És sikerült. 5,5 perc után. Oh yeah. Aki a cseten mer nevetni, azt kibannolom. Rátoktad a vágó fejet. Kocka. Mert jó fej vagyok azért. Jó. Ezzel most mit? Ezzel nem akarok semmit csinálni. Hogy tudok én profint tolatni mérges póttal. Csak nem mutatom meg, hogy hogy kell. Próbálom meg kúzsámolosan. Hát te is olyan voltam, mint egyszer egyedik a feleléskor órány. Én tudok, de nem mondom el. Igen. Van itt valami, minden tuskót kiszedtetek? Nem baj. Én hármat szedtem ki. Ó, itt van egy tuskó, hogyha jól látom. És jól látom. Ez hogy kell? Ezzel is rá kell itt tolatni? És nem, hanem le kell ereszteni, és utána be kell kapcsolni, és annyi. De úgy kell, hogy a gép alatt legyen a tuskó, igaz? Igen. A vágó fej alatt. Aha, jó. Hát nem muszáj. Kifelé is nyújtani, meg törni, meg oldalra is megy, úgyhogy... De könnyebb a traktorra ráállni, mint kínlódni itt a karokkal. Ajja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 j
Nem hiszem. De gyors, ő cukorrépa vett. Azt mondja, hogy bekapcsolás? Le... Hát akkor ezzel elvileg így tudom mozgatni, igaz? Igenis. Le kell ereszteni, akkor leeresztjük. Aj, már megint a 13-ason. Dominik, miért tudom? Igen. És ez most kit? Hogy tuskózik? Nem jó helyen vagyok? Ah. És ennyi ki is szedte? Na és meg unatkozik, a 37-es le lehet csilózni, az úgyis két ember kell, vagy egy bérmunkás. Szerintem én megyek akkor. Okay. Azt mivel is kell vágni? Sziasztok! Szia! Hello, hello! Evel tudod vágni bármibe? De akkor jó. A váromtengelyes pót nyugodtan mehet traktorra és a micsodánál, légy szíves, a állatoknál balítsátok ki a silóba, jó? Koszka, én még szeretnék felmenni. Feljönni, gyere! De nem enged, nem ír ki semmit. Hopp, az már nem annyira szerencsés, mindjárt megnézzük. Ugye nem el is tűntél mindjárt? Nem ő ment. Jó, látod a szervert? Mindjárt megnézem. Hát akkor bemutatom, ez a burgonya ültető most ültet. Nagyon jó. Nem. Azt én nézem. Név szerint kerestel a szervert? Igen, beírtam, hogy kott. Kicsit ragadozó, kimaradt a vége. Szerintem azt mondta, hogy beírt egy kocka. Igen. Igen, és a CZ-vel ugye rendesen? Igen. Na viszont akkor elvileg valamit ki van pipálva, ami véget nem engedi. Hogy van beállítva, milyen mappát keresel? Tessék. Mappa beállítása mind mappán van, vagy ki van választva, hogy melyik mappát keresed? Térkép. Térkép, nézd be, hogy minden térkép, azt választ ki. A bal oldalt. Igen. Magyar. Igen. És
10 fő, tehát maximum 10 fő legyen. Igen. Jobb oldalt meg legyen mindegyik az, hogy nem. Igen. És akkor most frissít. Frissít és... És ne ad ki semmit. Koordinátájúra fogad el? A szerverválasztás előtt? Milyen? Igen, azt látod, ez egy jó, jó ötlet. Melyikre mentél? Kontinentálra vagy Internationalre? Tessék. Még a szerverválasztás előtt melyikre mentél? Ott van, ki lehet választani hármat, ugye? Igen, a legfelsőre kell menni, a Continental Europe-ra kell menni. Igen, arra megy. Akkor pedig látni kell, mert ugye a Dávid is, meg a Dominik is itt van. Tehát a szerver működik, fut, tehát játszunk, látod élőbe. Lehet, tudom, mert néztem. Uh-huh. Mi lehet még ott a gond? Gondolom 15-ösöd van, az ugye az buta kérdés. Ott már, úgyhogy nem stimmelt a csoda, nem stimmelt ugye a fajta. Ez nem csak az, hogy a fajta, hanem más apróságok is, tehát nem akarok most név nélkül mondom. Tegnap egyik játékos társunk feljön TS-re, és nem megy az Istennek se a hang, nem hallja, hogy mit beszél, nem halljuk, hogy mit mond. Szóval megpróbálom újraindítani a gépet, visszajön, és akkor azt mondja, ó, te, hát be se volt kapcsolva a mikrofon. Tehát azért kell néha ilyen, értitek, tehát nem azért kérdezünk néha ilyen alap dolgokat, hogy nem azért, mert hülyének hiszük a másikat, hanem olyan alap dolog, hogy az ember nem is gondolná, hogy jaj, tényleg, hát ez a baj, érted? Tehát nehogy félreértsen bárki bármit, nem ezért. Te is mondd, ezt ma én is eljátszottam, el is fejtettem neked mondani. Na mivel? Szerinted miért nem volt a OBS beadásom? Na miért nem volt? Hát ugye én úgy raktam tényleg OBS-et, és nem volt konfigurálva hozzá a farming. Ja, aha. Tehát ja, nem volt bejárt. Ha nincs meg a bejövő jel, akkor meg a fekete ablak lehet. Aha. Hát még velünk is elő, megesik, akik minden nap eljátszuk ezt körbe. Mert akkor viszont, ha jó váltottad be, jó váltottad ki. Amúgy még az is lehet, hogy eredeti játékod, vagy letöltött. Azaz eredeti. Tört. Eredeti valószínűleg. Akkor szerintem nem látná tovább se a dolgokat, úgy tippelek. Bár nem tudom, mennyi ützel, nem eredetivel nem ha próbáltam. Ha tört van neki, akkor kódot kér a multimán. Hogyha tört, akkor a multimában nem is jut be, ugye? Meg lehet oldani, de így, ha te eredetivel csinálod, akkor esélytelen az is. Ja, gondolom ahhoz tört szerver is kell, ugye? Vagy tört így másik fél? Tört szerver. Ah, jó, hát ezt nem támogatjuk. Legalábbis mi nem, személy szerint. Jaj, én se tört szerver. De azért mondom, nem szerettem soha. Figyelj, tört játéknak van két elég komoly hátránya. Az életben soha nem frissítik, nem javítják a dolgot rajta. A másik meg az, hogy nem olyan értékű játékok ezeket, hogy előbb vagy utóbb ne tudja az ember. Én is kiárosításba vettem, most mi van? De meg lehet ezeket venni, és ugye most meghirdetsz egy ilyen partit, és akkor kiderül, hogy hoppá, hát nekem törtem van, akkor nem játszunk egy fiúk, ennyi. Jaja. Egyrészt, másrészt az én segélyemet meg a YouTube még szét is rúgná, hogy tört játékkal játszok, vagy nem, tört játékkal nekünk, játszottok itt bárki is. Tehát, az nekünk nem fáj, Nyugi. Az nektek nem, de nekem lehet, hogy fáj. Nem szeretném, hogy azt mondanák, hogy jó van, akkor teszünk egy csúnya nagy lakatot a izédre, a jogaidra. Nem, hát kapásból úgy kezdődne a dolog, hogy kapásból elvennék a live-ozási jogomat, tehát a szerver még, hogy a csatornám élne. Azt mondanák, hogy jó van, haver, akkor te mától nem live-ozol. És nem igazán szokták visszaadni, csak úgy. Igen. Egy jóképű kék csuklós itt egy ilyen talajlazító az erdőkbe. Ezzel a Dávid tartott ebbe az irányba. Ja nem, ez magától fordult meg rossz helyen. Majd mindig szegény Dávidra kenném a dolgokat. Mi lehet még gond, gyerekek, Máténe? Gondolkozunk végig. Indítsa, hogy próbáljunk újraindítani a játékot. Vagy még talán azt, amit mondtátok, van az a speed control mód. Tényleg az bent van az a mód, Máté? A módok be vannak kapcsolva, hogy olyat keres, amivel van mód? Megnézem. Egyetlen módok be vannak csapva? Nézd meg, hogy a modot beiraktad. Ha beraktad a modot, akkor légy szíves, indítsd újra a játékot, mert különben nem látja a modot.
más nincs, akkor menjünk lépésről lépésre. Ha most nem is fogsz tudni nagyon játszani, mert akkor legközelebb legalább fogsz működni, ha már sikerült beállítani. Jó. Akkor itt van egy dokumentum. Igen. Gondolom magyar Windows-hoz, ugye? Dokumentumokba keres olyat, hogy My Games. Azon belül fogsz találni olyat, hogy Farming Simulator 2015. És egyszer így bugott meg a tény, hogy hát nekem csak 13 van. Ja, akkor üdv. Az is ott van ilyen, hogy mod. Igen, mod. Oda be lehet ezt a speed control-os dolgot tölteni, ami igen, úgy néz ki. Igen, ott is van. Az az ZZZ, aláhúzás speed control, ugye? Igen. Jó. Ha csak kinyitod a játékodat, ott a modok között látod ezt egyébként? Nyugodtan lép vissza a játékba egész odáig a beállítás menőig, és nézd meg a modokat, hogy ezt látja ezt a modot a gép. Egy jó. Mindjárt. Jó, nem sértünk se jó. Még van kényelmes jönök itt. Lemezes a játékod? Tessék? Lemez van meg? Vagy Steam-en vetted? Vagy egyéb helyen? Lemez. Mert akkor le kell szedni a New Holland DLC-t is. Aha, ha lemetes vagy, akkor nem tudod be magától, hogy úgy mondod. Igen, jó meglátás. Elnézést, én mindig a Steam-en vásárolok, úgyhogy nekem ezek a lemezesben ebben segítették, ez nagyon jó srácok. Ja, meg alapból ugye a lemezes játékot előbb aktiválni kell Steam-en, tehát hozzánk nem csak... Nem kell? Steam-en aktiválni, nem lehet. Kell, én is aktiváltam, meg nem is lehet a lemezest. Sajnálom, akkor... fissíti. Akkor itt, hogy beállítások. Na akkor Dominik vágja, akkor Dominik elmondja neked, mert ő is lemezesen csatlakozott. Igen, okosabb, mint szerintem be. Vagy inkább tapasztaltam. És hogy jövődik a New Holland DLC? Hogy letöltötted azt is, vagy csak a másik modot? Annak mi a neve? New Holland Loaders. Jó. Hivetek kocka vagy Holland. Valaki jöttök a 37-eshez, mert megtelt a pultom. Pillanat. Közben én már ráadásul én már fusizok is a gép előtt, de jövök. Mivel szeretnél, ha menjek ki? Loaders. Már beültem egy nyergésbe, megyek. 37? Ja. 34. Mást is csinálok, hogy New Holland. Akkor hova is vigyem? A silót? Van. Ide, hogyha kimész itt, te vagy a Dávid, te kérdezted? Aha. Hogyha lemész oda állagazdasághoz, ott van egy pici silózó, oda kéne bedönteni, hogyha most kimész. A biogázhoz, ugye? Nem, az állatokhoz, a szarvasmarhához, hogy itt ha lemész a főúton, pont neki mész szembe. Jaj, nem térsz el biogáz felé arra, hanem átmész szembe. És ott bemész az állatok felé, eltérsz jobbra, és ott van az a kis beton siló, az egyes siló, oda kéne beborítani. Oké, és... New Holland. Loaders. Na, mennem kell. Sziasztok! Jó. Szia! New Holland Loaders DLC? Igen. Az ingyenes. Na, én akkor viszem vissza ezt a fal összeszedőt. Oké, és... Amúgy én már azt sem tudom, még földben mi van vetve. De a lényeg, hogy van valami. Elkapartál? Én nem. Csak hogy... Nem, de... Ja, automatán van, ha jó volt. Azt írja ki, hogy Farming Simulator 15 mód, és... Success fully installed. Na igen, most installáltam, most próbáld megkeresni a szervert. Jó.
De szerintem indítsd újra. Ha megy a játék, akkor indítsd újra, ha nem megy a játék, akkor nem számít. Úgy nem is találja, jó. Ha megy a játék. Nem is küldjük el akkor? Nem, akkor azt írja ki, hogy állítsd le a játékot. Igen, mert ez ilyen Excel-es, ezt telepíteni kell. Ezt nem úgy csak, hogy behúzod a mappába. Viszont az előny, hogy nem kell keresgélni, hova kell tenni. Így van. Red bácsi milyen csöndben lett. Ó, én hallgatom itt az instrukciókat, miközben vetek valamit. Nem tudom, mit vetek. Most... Azt hittem többet a majmot. Szerintem cukorrépát vetek, ha jól látom. A cukorrépa. Igen, az ikonból ítélve. Vetünk ilyet is. Nem tudom, de nem talál. Keresés az hogyan van, a módok be vannak kapcsolva. Itt most én beleléptem olyanba, hogy FS15 New Holland Loader Pack. Ott semmit nem kell csinálni. Ott semmit nem kell csinálni. A játékot elindítod, keresőbe beiratod. Kocka adott elvenni, ugye? Igen, kocka. És ahogy beállítod, hogy a modokat is keressen, meg hogy Európa. Szerintem úgy érzem, hogy egy tutorial lassan lehet volna csinálni. Adó Raider nem tudja megnyitni a Speed Control Low File-t, mert vagy nem támogatva a típusa, vagy sérül például. Nem lehet, hogy nincs felrakva neked a legújabb patch? Nem, hogy jitter, hogy a derekon már fájlódik. Az 1.4.1-es. Mert ha nem ez is, akkor nem frissíti automatikusan. A lemezesnek úgy kell kézzel patchelni? Hát egy telepítővel. Úgyhogy letöltöd a Farming Simulator oldaláról a legújabb pecset, és akkor elindítod, ugye? Igen. Úgy kemény. De jó, hát nyilván ez is egy megoldás. A között megvan, én ezt szoktam nézni, csak ugye nekünk nem kell, mert nekünk frissít a Steam. Igen, igen. Még néha egyszerre sok mindent is akar frissíteni, és akkor ki kell kapcsolni, hogy hello, én már játszanék, ne frissíts! Nem tudom, mert... Ugye amikor elindítod a játékot, ott van lent egy kis ablak a menüben. És hogyha nincs lent a legújabb frissítés, akkor ott van a kis ablakon írja. Olyan, igen, itt van, hogy 1.4.0.0. Na, akkor kell frissíteni, mert már van 1.4.1. Jó. Oké. Okay. Srácok, én itt lenémítalak benneteket egy pillanatra, mert a live-ot lelőjük. Még egy picit a játék fog futni, hogy legalább a Máté be tudjon jönni, hogy beállítjuk a dolgokat. De a live-ot lelövöm, mert mindjárt 5 óra. És én még nem ebédeltem meg ilyenek, és akkor készülünk lassan a 6 órásira. Akkor nektek itt a TSM nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és majd meglátjuk, hogy mikor, meg hogy lesz folytatás, de ne menjetek sehova, mi mindjárt visszajövök, csak elköszönök a nézőktől. És akkor okosok leszünk meg ilyenek. Mindjárt itt vagyok. Mi? Jó. Nos, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, aki nézett minket, meg aki még itt a játékban, mi most is itt heggesztjük a tortát. Kicsit döcögősen indult a dolog, a mi butaságunk, vagy a játék hibája, ezt még nem tudjuk, máj napig eddig a pillanatig nem derült ez ki számunkra. De a fontosabb az, hogy összejött, és működik a dolog. Ma még bele kell itt rázódni a csatlakozásokban, a gyerek is szerintem jó lesz. Egy dolgot meg tudok ígérni. Biztos, hogy lesz még ilyen live, hogy velünk együtt tudtok játszani. Hát, hogy mikor, azt még pontosan nem tudom. Nyilván majd egy hétvégi napon. Ezt a kockával mi frankon leegyeztetjük, megbeszéljük, átbeszéljük, és akkor ugyanúgy tájékoztatva lesztek, mint most. Valószínű még jobban, mert most már az adatok, amiket kiírtunk, nem működik jól, meg nem úgy van. Ezért mindezért a kis kezdeti problémákért elnézést kérünk tőletek.
de nem is ragozom tovább a szót, mert mindig csak magyarázok, meg ilyeneket, tudjátok, ez nekem úgy megy, hogy húzzam az időt. És akkor tényleg most jött el az a pillanat, hogy elköszönök, már 5 óra van, nagyon elköszönök, és akkor készülünk a következőre. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és mindenkinek kellemes vasárnap délutánt. Sziasztok!